Sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt én Szabi vagyok, és nem sokára elérjük a Twitch partnerséget, hogy mennyire nem sokára. Konkrétan stream előtt néztem most rá, 74,12 átlagnézőnél vagyunk, úgyhogy oh boy, tényleg üdvözlök mindenkit itt, sok szeretett. Egy pillanat, halkítok nálam a zenénél, egy picit hangos. Szóval, szia Fruzsi, Stream Element, Peach, Chrissy, Angel, Kovilil, Giorgio, remélem nem hagyok ki senkit, Shifty, Milán, Nicolette Girl, Dani, Barbie, Kovilil, sziasztok, üdv mindenkinek itt. Szóval, tényleg, mindjárt megmutatom nektek a statisztikát, hogy hogyan állunk, elnézést, a kamerát ezt nem állítottam be. Kicsit kapkodósak mostában a streameim, ne haragudjatok érte. Nagyon sok meló jött be, hála az égnek, de igyekszem azért hozni a szokásos színvonalat, és ez volt az első streamünk, hogy elfelejtettem a stream címet is, meg a notification-t is átírni, úgyhogy igen. A tegnapi notification szöveggel ment ki a mai stream, bocsánat. Szia Damaszkuszi Ravasszuki, hello. Szóval mutatom is már is nektek a statisztikát, amúgy itt tartunk jelenleg a rajzunkkal. Ezt fogjuk ma effektezni, fényelni, meg minden ilyesmi. És így állunk most jelenleg a statisztikával. Ez ha eléri a 75-öt, akkor tudok jelentkezni a partner programra. Úgyhogy, ja, reméljük, hogy ez akár már ma is meg lehet. Hogyha amúgy átmegyek a Channel Analytics-be, itt látni fogjátok, hogy igazából, hogyha ez a december 30-as, 38-as átlagnézős, meg talán december 31-ha kipörög, akkor most erre a 30 napra már 83 átlagnézőnél vagyunk, ami úristen, iszonyat sok, és tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, mert ez nem csak az én érdemem, hanem a ti érdemetek is, hogy ilyen kitartóan itt vagytok és farmoljátok a pontokat a saját rajzhoz. Szia Sweet, hello. Igen, erősen haladunk, úgyhogy nagyon remélem, hogy minden rendben lesz. Most valami van egy picit a bitrátával, szóljátok, hogyha akadozik a stream. Nem tudom, mi lehet a technikai para megint, de remélem, hogy meg fog oldódni. Szia Princi, hello. Szóval, ja, ezek az izgi hírek. Ezt a Doctor Strange-et fogjuk ma befejezni. Terveim szerint be fogjuk tudni fejezni. Pár dolgot én észrevettem stream után, amit javítani kell. Főleg ilyen, hogy egy kicsit a tónusokon dolgozunk. Plusz például, hogy itt a lábnál én lehet a nadrágot egy kicsit sötétebb színűre venném, hogy ne olvadjon egybe ennyire a köpennyel. Mert ez a köpeny, akkor a felsőjével. Ha nem lennél cukor jó fejemben, nem lennénk ám itt. Köszönöm, Barbie. Szóval, ja, röviden ezek a tervek mára. Plusz, Barbie, hogyha itt vagy, ha nagyon hamar végeznénk az effektezésen, mert mostában nagyon gyorsan szoktunk, akkor lehet fogunk olyat csinálni, hogy megcsináljuk a doodle-t, amit kiváltottál. Szóval, ja, vágjunk is szerintem bele, mert... Ja, még egy izgi hír. Nem tudom, látjátok-e a különbséget. Tegnap ugye elmaradt a stream, egész nap mellóztam, mert bejött egy SOS leadásom. Konkrétan 2 hétnyi social media anyagot kellett összeraknom egy nap alatt, ami nem kevés, főleg úgy, hogy mindegyik digitális mockup, és konkrétan délután 4-kor már úgy öltem a székbe, hogy konkrétan fájt a hátam, fájt a seggem, egyszerűen nem bírtam megülni a fenekemen, folyamatosan valami kifogást kerestem, hogy ne menjek, hogy ne kelljen dolgoznom, ne kelljen itt ülnem, úgyhogy fogtam, ad hoc rendszerre beszaladtam a metróba, kipróbáltam az összes kint lévő 15 darab széket, és ez megtetszett és hazajött velem, úgyhogy új szék van. Jól van, Barbie, kiabálok majd. Nem biztos, hogy most lesz, lehet jövő héten amúgy beiktatunk egy ilyen csatornapontos rajzoló streamet, és akkor fogjuk megcsinálni, attól függ, hogy haladunk ma a Doctor Strange-el. Úgyhogy új királyi szék van. Milán, majd megbeszéljük. Elsőre is láttam, csak még nem értem oda az üzenetekben. Szóval így most már remélhetőleg nem leszek a streamek végére se annyira nyűgös, mert tényleg mindig azt vettem észre magamon, hogy amikor így rajzolgatok, meg minden így streamben, akkor azért szokott sokszor, hogy hamarabb lelőm a streamet, vagy hamarabb végzek a streammel, mert egyszerűen már nem bírok ülni a székben. Szóval én azt mondom, hogy ergonómia mindenképp előbbre való, mint az, hogy gamer jelző legyen egy szék nevében. Attól függetlenül még a másik szék az meg fog maradni, az egy olyan vendégszék lesz itt, és egy kis jóga kell ide. Ha az én hajlékonyságommal? No. Ha tudnátok, hogy mennyire nem vagyok hajlékony, nem mondanátok ilyet. Szia Viridiana, hello, szia Sky.
Szóval, hogy nálam a jóga az abban merül ki, hogy ennyire tudom mozgatni a fejemet. Tehát így... Képzeljétek el akkor a többi testrészem mennyire hajlékony. Semennyire. Szóval egy pár hímát észrevettem, és szerintem ezeket fogjuk most javítani főleg. Az egyik az, hogy itt a ruhánál, itt az alsó résznél fogunk csinálni egy új szint. Amit kihúzok egy külön csoportba. Arra adunk egy maszkot, amit szépen ki is töltünk. És ez a szín, ez nekünk egy sokkal sötétebb kék lesz. Tehát, hogy szeretném egy picit sötétebb kékre venni itt főleg a... Hát ezt a részt, most ezt hogy mondjam szebben? A combjait. Tehát, hogy ez itt legyen sötéted. Ezt fogjuk most megcsinálni, lehet, hogy az arcon kihagytunk jó pár részletet. Szia Idland, szia Dilisdoki, hello, sziasztok! Szóval igen, tehát hogy, és tudom, ez egy picit visszás, mert hogy azt a széket kvázi tőletek kaptam, ugye? Volt egy PS5-ös donate gólunk annó, aztán rájöttem, hogy én nem szeretnék PS5-öt, és akkor nagy szükségem volt egy székre, mert az előző székem tönkrement, és akkor megbeszéltük, hogy veszek abból egy széket, és hát elkövettem azt a hibát, ebben abszolút én vagyok a ludas, hogy úgy vettem meg a széket, hogy netről rendeltem, és nem fenékpróba alapján. Nálam nagyon fontos a fenékpróba, mert tényleg képzeljétek el, naponta körülbelül 12-14 órát minimum, de sokszor 16 órát ülök ebben a székben. Vagyis éppen abban a székben, ami a gépem előtt van. És hát fogalmazzunk úgy, hogy méretek alapján jónak tűnt, de nem volt túlságosan kényelmes, ergonomikus. Így sajnos hát kevesebb, mint fél év után, de le kellett cserélnem. De attól függetlenül még nem jelenti azt, hogy nem lennék hálás, vagy ne örültem volna nagyon neki, amikor megjött, és már az is egy update volt ahhoz képest, hogy az előző szék, amúgy most itt van mind a három szék a stúdióban, az előző széknek a karpáján konkrétan már bomlott fel a bőr, és vágta a könyököm, meg kidörzsölte a kezemet, meg ilyenek, tehát ahhoz képest nagyon jó volt ez a szék, amit úgymond tőletek kaptam, csak nem volt túl kényelmes hosszú távon ülni rajta. Valószínű, hogy kényelmes, hogyha mondjuk valaki napi 4-5 órában ül rajta, vagy csak egy munkaidőd, de az, hogy napi 12-16 órát, az sajnos nem a legjobb. Szia Csabi, hello hello! Itt a teljes United Random Crew! Szóval ja, úgyhogy mostanában nagyon-nagyon eltűnögettem, DC-n sem voltam fent nagyon sokat, pontosan azért, mert sok meló volt, de ez még valószínűleg jövő héten is így lesz, tehát most pont ez a furcsa, hogy összeállt az a, hát hogy is mondjam, kellemetlen helyzet, hogy nagyon fontos az, hogy konzekvensen ugye tudjak streamelni is, mert hát ha kimarad mondjuk 2 hét, arra már volt precedens, hogy akkor eléggé, hogy mondjam, megcsappan a nézőszám, és ugye most a partnerség is fontos, meg ugye hát az is fontos, hogy legyen munka, és hogy tudjak dolgozni, szóval, ja. Szia Márk! Köszönöm szépen, nagyon cukrok vagytok. Szóval ez lesz akkor nekünk egy külön nadrág réteg, és még volt pár réteg, amit nem neveztem el, például skin, például haj, de át fogom azt nevezni őszhajra, mert rájöttem, hogy nem jó, hogy 5 hetején fehérrel töltöttük ki, és ruha minta. Így. És Jézus Atya úristen, nyer el írjuk a 2000-es follow gólt is. Zseniálisak vagytok, tényleg. Csak szólok, este is ráérünk, tehát dolgozol, majd jössz hozzánk. Igen, ezzel csak egy probléma van, hogy ugye este nem, tehát hogy este nem csak ti értek rá, vagy esetleg én érnék rá, de hogy konkrétan este annyian streamelnek, hogy ez hihetetlen. Tehát, hogy az esti órákban így én követek mondjuk olyan 300 csatornát, pontosan azért, hogy mindig legyen, aki ezt tudunk rédelni, de hogy az esti órákban abból legalább 80 online. És így... Én tipikusan az a streamer vagyok, aki nem csak streameket csinál, hanem streameket néz is. Ó, ott a fehérben van pár hiba, azt lehet most gyorsan kijavítjuk. És nagyon sokszor van, hogy este már fáradtabb vagyok, főleg egy egész napos meló után. Ott az a skin megy ki.
és olyankor már őszintén nem vagyok az a nagyon kedves és végletekig türelmes ember, akit esetleg megismerhettetek, és olyankor szokott előjönni, hogy nyűgös a Szabi, nem olyan jó őt nézni, meg ilyenek, és ezért van az, hogy kevesebb esti streamünk van, mint napközben. Nekem ez a délután kettes, ez eddig a leg, hogy is mondjam, kényelmesebb talán így, hogy ilyenkor még a szellemi teljesítő képességem csúcsán is vagyok, ha mondhatom ezt. És szépen ezt a ruhából is ki kell szedjük, mert mindegyik rétegen kiszállt egy picit így. De hogy értitek? Oké, semmi baj, oké, bevezetjük a 24 órás streamet, nekünk az is jó. Hát lesz, ha elérjük a partnerséget, akkor tegnap megszavaztuk, tegnap előtt, tegnap nem volt stream, tegnap előtt megszavaztuk, hogy lesz egy 12 órás stream, úgyhogy ezt meg is fogjuk akkor csinálni. Na szóval, itt a szürkét, azt szépen kitöltjük teljesen, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést X-Troll Hun. Hello, szia, üdvít nálunk, mi újság. Szia D-Barbie, hello. Szia Perzeusz. Szia Kisokos, úristen, mennyien jöttetek, sziasztok. Szabi mindig kedves. Nem teljesen mindig. És nagyon szépen köszönöm a követést. Sokszuál zaklatás panda. Hello, szia, üdvít nálunk. Erről most egyből beugrott a kíla, aki ikort kelleten. Szexuális zaklatás panda. Nem, ezt ide húzzuk, rossz helyre raktam. És akkor most... Jaj, mert hogy ez leghátul van, várjatok, ezt fel kell húzni a haj fölé. Őszhaj fölé felhúzzuk. Azért nem látszott, hogy már bele satíroztam. Szóval, hogy ez a szürkével fogjuk itt a... Nagyon sötét szürkével, bár ezzel még tudunk világosítani. A haját, mert azért ő őszül már elég erőteljesen. És akkor, hogyha ez is megvan, megcsináljuk még gyorsan a szemet. Arra még nem találtam referenciát, hogy a szeme milyen színű. De ha valaki esetleg tudja, hogy milyen színű Dr. Strange szeme, az ne tartsa magában ezt az információt. És úristen, Damaszkuszi Ravaszcuki, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szubot. Nagyon cukor vagy. És használd a szuper emótjainkat, és egy hatalmas cukorszpemet szeretnék kérni neki. Köszönöm szépen. A doodle az ilyen pici firka, mint például amit így a Inktober alatt, vagy EXO 365 Challenge alatt csináltam Andrew. Tehát mindjárt mutatok majd példákat, hogy mik készültek eddig az EXO 365 Challenge, és tudom, hogy az elmúlt egy-másfél hétben én nem sokat haladtam a challenge-el, de remélhetőleg be lesznek majd azok is pótolva. Tehát mindjárt mutatom, és remélem, hogy jó mappa van nyitva. Hopp, nem. Hopp, nem. Nem láttatok semmit. És például a doodle-ök azok ilyen picike kis rajzok. Én ezeket hívom doodle-nek. Jó, ez a festés, ez kilóg a sorból. De hogy én ezeket hívom doodle-nek, és ilyet lehet kiváltani. Jó, 80 GB-os Humwork mappa? Nem, az... Az munkamappa volt, csak olyan munka, ami még nem publikus. Úgyhogy légy szíves, ne képeljétek, mert a klippelitek is törlöm. Véletlenül nyitva maradt, mert még stream induláskor még módosítani kellett az egyik grafikán, ne haragudjatok. Szóval itt még szerintem ezt a hajtincset behúzzuk szürkére. És szépen el lesz választva, és akkor meg lesz az, hogy oldalt van neki ez az ősz haj. És akkor azon gondolkodtam, hogy ez is megvan nekünk, ez lesz a haj, hogy már csak egy darab szín kell nekünk, vagyis kettő. Solid color, erre választunk egy szép kékesebb árnyalatot a fehérből, mert ez lesz nekünk a szemünk. És amúgy itt most be is lehet szépen húzni, mert nagyba látjuk a szemszínt, így. Rakunk rá egy gruppot, rakunk rá egy maszkot. És hogy meséltek, mi újság? Szia, Sleca! Mert így tényleg a tegnapi stream elmaradt, és konkrétan mondom, egy picit szét voltam csúszva tegnap, nagyon. És még konkrétan bejelentést se írtam róla legalább Discordon, hogy ne haragudjatok, ma nem lesz stream, de annyira
Hát ilyen melódömping volt. És ma délelőtt, majd ha esetleg Jubi benéz később, akkor lehet megmutatom nektek. Elkészült neki a visszaszámláló videója, este meg még össze fogom neki rakni a Stinger animációt is. Szia Blue! És... ja, tehát hogy igazából haladunk mindennel is. És azon gondolkozok, hogy ez a szám csoport, ezt annyira úgyse fogjuk effektezni, meg ilyesmi. Ám nem, megcsem rendesen. Új szolid kolor, és azt mondjuk, hogy mondjuk kitöltjük valami szép barnával. Barna szemű lesz. És akkor... itt ez is lehet barna. És mindjárt visszakapjuk ott a fehéret a szem annak a részére, meg itt azt fogom neki mondani, hogy... hoppá, fordítva. A szem külső részét kimaszkoljuk a barnából, és akkor ugye a szem igazából egy darab grupban lesz benne nekünk. Szerintem ez így egész korrekt lesz, és akkor már csak a színeket kell belőni nekünk rendesen. Szia Szavér, hello! És persze bőszem mentegetünk. Szóval ja, ennyi volt röviden a magyarázkodás része, innentől kezdve csak happy time, drawing time. Azon gondolkodtam amúgy még. Csináljunk-e neki valami klasszikusabb színezés? Tehát legyen ez a nagyon élénk klasszikus képregény színezés, ha már ilyen erős inkünk van? Szerintetek. A skin tone az jó, talán ezen a kéken egy kicsit változtatnék. A ruháján. Toljuk el egy picit a sötétebb vonalba. És akkor a nadrágot is. Szia Moon Glowing My Eyes! Hello! Szóval, hogy mennyire menjünk el klasszikus színekbe, amik ilyen nagyon élénk, nagyon telített színek. Mert például most a bőrszín az egy az egyben ez a klasszik, komik bőrszín. Talán egy picit hozom világosabbra. Meg a haj szürkéjét lehet még egy kicsit világosabbra hozni. Jobban fény legyen a haj, fénylődjön. És az aranyt még talán egy picit, talán narancsosabbra. És haloványabbra így. És akkor van még egy világos kék a ruha minta, az pedig lehet eltudjuk egy picit ciánosba. És nagyon szépen köszönöm a követést, Xabalang! Hello, szia, üdvít nálunk! Mi újság? Jó. Ezekkel megvagyunk. Szerintem neki láthatunk renderelni. És mivel kezdjük a rendert? Első körben fel fogom sketchelni, hogy nagyjából milyen fényforrásaink lesznek, lehet a háttérbe kéne rakni valamit. Szia Gergő! Szép jó kellemes karácsonyt és boldog vasárnap reggelt. Igen, még mindig áll a karácsonyfa nála. Szia Bidi! Szóval, hogy azon gondolkodtam, hogy egy, le fogjuk vágni majd a képet, mert fura, hogy itt térben vége van karakterünknek. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy van nekünk itt egy sketchünk, ami igazából csak az aláírás. Ezt el fogom ide az aláírást mozgatni. És le fogjuk vágni az egész képet. Clear, és nyomunk oda egy resetet. Original ratio, szuper. És még annyi kell nekünk, hogy az original ratio helyett csak átmegyünk ide. És akkor így szépen le tudjuk vágni. És lehet fölfele viszont megnyújtjuk egy picit. Szóval nézzük meg ezt így. Annyi különbséggel, hogy most csinálunk egy kijelölést, és ezeket itt szépen be kell tölteni. Hát ez így fura ez a kivágás, nem? Jó, nem így fogjuk csinálni, menjünk vissza a crop elé, meg a move elé. Meghagyjuk így, valamit kitalálunk itt a lábra majd. De valami pici hátteret szeretnék mindenképp neki, és ugye még plusz ami fényeink vannak. Szia Albert, hello! Tudom, de neked mostában sok melód van. Elfogadom a felmentést. Nem, mintha amúgy kötelező lenne itt lenni. Szóval, még egy gyors kérdés. Legyenek-e klasszikus elemek? Tehát, hogy a képregényben ilyen zöldes szín, amit így varázsol általában, legalábbis én azt vettem észre, bár van itt narancssárga is, de a legtöbb képen, mint hogyha a zöld szín lenne a mágiának a színe, gondolom az amulet miatt is, és viszont ugye a filmekben narancssárga volt,
Itt van egy nagyon klasszikus, várjátok, ezt bedobom ide. Tehát, hogy lehet, hogy zöldessel fogunk menni, mert az úgy érdekesebben meg lehet csinálni a nagyon élénk felületekről, hogy hogyan tükröződik. És akkor megyünk a klasszikusabb képregényvilágba. A zölddel az időt, a sárgával meg a pajzs fegyver. Jó, akkor nézzük meg egy zöldet első körben. Nézzük meg valami nagyon szép zöldet hozzá. És azt fogom mondani, hogy ezt megpróbáljuk egy kicsit ilyen airbrush-osan felvinni. Tehát, hogy valahogy itt lesz nekünk ez a fényforrásunk. Ennek a színét még változtathatjuk bármikor. És ez alapján kell majd megcsinálni akkor az összes tükröződést, meg minden ilyesmit. Viszont, hogyha zölddel fogunk menni, mindjárt megmutatom, milyen ez sárgával. Viszont, hogy color overlay narancs. Ez még nem a narancs. Nem mondom, még semmi tervem nem volt azzal, hogy ott hogy fogjuk majd az effektet megcsinálni. Persze rendesen lesznek ott karikák, meg minden ilyesmi, ami kell. Hogy milyen színű legyen, ez egy jó kérdés. Szóval ilyen a zöld. Valami ilyesmin gondolkodok. Ilyen meg a narancs. A narancs szerintem nagyon el fog veszni, maradjunk a zölddel, mit szóltok. Igen, elhatárolódik a sárga köpenyszegélytől, pontosan. És szerintem zölddel fogunk majd menni. És akkor háttérnek, meg valami olyasmit gondoltam, hogy akkor lehet csinálunk egy klasszik naplementét. Azt ide. És akkor ide rakunk be egy gradientet. És azt mondjuk neki, hogy mondjuk a... vagy a pinksből. De ezt akarok egy... ki akarok próbálni meg valamit a háttérrel. Ez lesz az. Ez reverse-ben. De azt akarom megcsinálni, hogy úgy legyen a hátterünk. Lehet, ez kellett egy kicsit lentebb húzom. Kicsit kontrasztosabb legyen a két fél, úgy, hogy festett lesz a háttér. Tehát, hogy képregényeknél szokták alkalmazni azt a stílust, hogy valami textúrázott brush-sal, ecsettel, mondjuk mindjárt kipróbáljuk itt, hogy néz ki rajta a zöld, mondjuk egy ilyennel. Ó, mondjuk ez se rossz. Tehát, hogy például a képregényeknél szokták azt, hogy felvesszük ezt a színt, és akkor most ezzel a színnel így szépen ide festek. Ezt kikapcsolom egy kicsit. Benne van a pressure sensitivity. Hogy nagyon nagy méretben ezzel az ecsettel. Hogy ilyen foltokat csinálnak belőle, de ilyen textúrázott brushokkal. Lehet, hogy egy másik ecsettel megnéznénk, lehet jobb lenne. Azaz, ez az. Ezzel nagyon szépen rá lehet dolgozni. Tehát, hogy így csinálunk ilyen kis foltokat. És például ez alá a réteg alá, ha ez megvan, akkor csinálunk egy új réteget, ahova meg felpipettázzuk ezt a színt. Szépen megcsináljuk itt lent is, hogy ilyen szép fedése legyen. Alatta meg fogjuk hagyni majd a gradientet is. És akkor a kettő között még van még egy színünk. Az megint egy új rétegre fogom pakolni. Azt mondom neki, hogy mondjuk ezzel a színnel, hogy akkor így lesz majd egy lágy átmenetünk. Fogok ide festegetni. Most ugye ott vannak azok a fehér föttyök, azt valahogy majd el kell szépen fedjük. De hogy egy kicsit így lehet kiemeljük a karaktert is majd. Sőt, amúgy tudunk olyat is játszani, hogyha most visszarakom ezt, a gradientet, akkor most el lehetne mosni a három közötti határt. Sziasztok, tanulmányit! Hello, hello! Köszönöm szépen! És volt hétfőtől például este 7:30-8:30-ra érek haza minden nap. Még a felmondási időm töltöm, aztán így elég sok a munka. Kitartás neked, Albert.
De figyelj, igazából azt csinálod, amit szeretsz, szóval ez már egy huge win. És akkor most lehet játszani color overlay-ekkel, hogy egy picit meg fogjuk fordítani. Aha. Hogy fordítsuk meg a színeket? Hogyha ezt fölülre rakjuk így. Sőt, mi van akkor, hogyha ezt itt hagyjuk? Kísérletezgetünk most egy picit. És azt mondom, hogy ezzel a színnel, illetve ebből keverünk egy kicsit világosabbat. Csinálunk ilyen foltokat így ide. És akkor az egészet, hogyha berakom egy Smart Object-be, akkor tudunk rajta lágyítani. Vagy lehet, hogy csak ez a ciklámen túl erős. Jó, hogy eznek nem is látszik így most a textúrája. Így. Egy picit talán jobban be tudjuk rétegelni, és akkor ez is jöjjön fentebb. És akkor lentebb húzzuk az opacitit rajta, így. Tehát, hogy így valamit csinálunk a háttérbe, de nem olyan nagy kaliberű dolgot, mint szoktunk. És a kérdés, hogy itt is megint hogy fogjuk a lábait megoldani, mert az egy nagyon jó dolog, hogy ez így van. Meg a kérdés, hogy miért ez a zene szól? Így. Változtassuk meg ezt a gradientet alul. Sőt, változtassuk meg ezt a gradientet fölül, mert amúgy a textúra tetszik. Így se rossz, csak támaszkolsz a lábára a festett ecsettel. Ugye? Azt simán meg tudnánk csinálni. Ezek a lábak mostában mindig problémát jelentenek. Hoppá. Na várjátok. Mi van akkor, hogyha ezt átrakjuk egy lágyabb gradientre. Egy picit megváltoztatjuk a színt. Mondjuk ez pont élénkebb. És ennek adunk valami jó réteg áttűnést, ami egy kicsit... Ez mondjuk nem rossz. Ez a lighter color. Annyi, hogy ezt duplikáljuk be. Alulra is, és alul megadunk neki egy sötétebb tónust. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom neki, hogyha alulra rakunk, most vannak ezek a kis fehér pöttyök, alulra mondjuk teszünk egy solid colorból egy full feketét, azzal a pöttyöket behoztuk feketére, mint hogyha tintapacák lennének, nem. Ez melyik rétegnél tűnik el? Aha, a lighter color üti ki. Mert az például tök tudna működni, szerintem. Azaz, alakul. És már csak egy darab overall szín kell neki, mert túl rózsaszínes, szeretném, ha ez sárgás lenne. Szóval rakunk egy solid colorból egy ilyen narancsszerű valamit. És ezt fogjuk átállítani, hogy kicsit átüssön az alatta lévő színekre. Ez is szerintem működhet. Ha kiveszem ezt a kettőt, akkor nagyon pink. És így akkor egy kicsit rálágyítottunk. Az FX az meg nem így fog kinézni, azt most csak egyenlőre oda raktam. Hogy ugye lássuk, hogy honnan van ez a fény. Honnan jön majd. Mert például az FX-ben simán fogunk olyat is csinálni. Hogy fehérrel kifogjuk a belsejét. Szépen meg fogjuk csinálni. A zöld is úgy szépen fog kijönni. És akkor lesz ilyen szép kis zöld az arcán is. Na várjatok, ezt így
lesz egy kis zöld itt az arcán is, a kezén, ott az arany részeken, tehát ugye ilyen reflex-szerűen meg lesz így csinálva, és amúgy ez így egész jól néz ki, hogy ezt így pluszba rápakoltam, de ezt ugye pontosabban fogjuk majd. A legjobb tévészpot Doctor Strange-ről, ezt most nem nézem ki, mert gondolom nem jó tiszta zene van benne, nem nézem meg, de dob be majd Cotanoid az aranyhalba is rálesek. Szóval ez lesz most a terv. A hátterünk így megvan, és akkor csináljuk még meg azt, hogy az inket és a rendert, a rendert még nem raktam össze egy csoportba. De mi vagy? Ó, a kis felirat a sarokban. Ez lesz a rendering. Ez pedig a... background. És akkor itt most már le van szépen tisztázva minden. Azt a fehéret... ezt a fehéret lehet meghagynám amúgy. Pont a fehéren festettem rá zölddel, de... És Meteor Mókus, Jézusom, nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet, és sziasztok kedves Meteor Mókus nézők! Meteor Mókus, nem is tudtam, hogy streamelsz Twitchre, vagyis tudtam, csak elfelejtettem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet, és üdvözlök mindenkit itt, sziasztok, én Szabi vagyok, grafikus, aki főleg képregény stílusban alkot, és most épp egy Doctor Strange-et színezünk. Általában a DC képregény hősök szoktak főleg lenni, elég csak rám nézni, de a sok Batman-es mörcsömmel, de olykor-olykor egy Marvel is becsúszik, és tényleg üdvözlök mindenkit itt. Jézus Atya Úristen! Szóval hatalmas shoutout Meteor Mókusnak is, és csekkoljátok le a csatornáját. Amikor csináltunk legutóbb Art-review-t, teljesen el voltam ájulva a rajzaitól. Iszonyat kemények. Úgyhogy mindenképp érdemes lecsekkolni, így, hogy streamel, így meg pláne. Aláírás, azt átrakjuk valami gyorsan, valami olyanba, hogy ne látszódjon az a fehér. Az a csúnya fehér nekünk ne látszódjon. Multiply-ba, szuper. Szia Réka rajza, hello, hello. Szóval tényleg üdvözlök mindenkit itt, sziasztok. Na, most ott tartunk, hogy még nem kezdtük el a renderinget, de gondolkozunk azon, hogy mi legyen a háttér, meg milyen effekteket használjunk. És még a backgroundnál annyit ízlek, hogy ez a bevágás, ez nagyon furi itt nekem. Lehet itt visszamegyünk egy picit. Ez volt az a rétegünk, és erre még rá fogok festeni. Mert ez így nagyon-nagyon furi volt ott. Meg itt is akkor egy feketét egy picit jobban vissza tudjuk tenni. Ó, és így sárgásabb is lett. Ez tetszik. I like it. Szóval, hogy ja, most próbálkozunk egy kicsit ilyen klasszikusabb vonalat felvenni ezzel a színezéssel. És... ja, azok a világosak jók, csak túl erősek. És ezek a fehérek, ezek meg át lesznek rakva valami iszonyat kiütős... be. Ez az overlaybe tetszik. Overlay, ráduplikálunk és hagyunk egy normált is rajta. És akkor a normálon visszamaszkolok egy kicsit ugyanezzel az ecsettel. És akkor belül fehér, kívül sárgásabb. De ugye ez majd az egész meg lesz spékelve egy kis tüzes zölddel is. Tüzes zölddel, értitek? Szia Lajos! Nagyon ügyes, tényleg, nagyon. Egy nagyon menő orkszerű hibri lényet rajzol most. Úristen, le kell csekkolni. Le fogom majd csekkolni mindenképp, nagyon kíváncsi vagyok. Blue mondta amúgy egyik nap, hogy streamelsz, és rá is néztem a csatornára, szerintem be is követtelek. De hogy mindenképp le fogom majd csekkolni. Szuper, köszönöm! Jó, és akkor már csak egy réteg kell neki mögé, a zöld. A zöld az meg pedig valami iszonyat neon zöld lesz. Tehát, hogy ilyen rikétó neon zöld. Amivel ki fogjuk ezt itt tolni. Maradunk ugye a klasszikus képregény vonalon, és ezt el fogjuk majd lágyítani, ezeket a glow-kat így. De hogy valami olyan legyen, ami azt mutatja, hogy most egy nagyon epik idővarázslás történik, és tetszik ezzel az ecsettel maszkolni, maszatolni rá. Talán pár helyen egy picit viccább hozom. Ne legyen olyan erőteljes. És akkor ezek lesznek kb. A fényeink. Amit még meg lehetne csinálni, hogy a háttérben
mondjuk, teszem azt Gradientből, csinálunk egy vinyettálást neki, és megpróbáljuk majd azzal fókuszálni, hogy a lábról elterelődjön a hangsúly. Riketo neonzöld, azaz. Szóval, hogy... És Sejmi, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked is a raidet. Sziasztok, kedves Sejmi nézők, mi újság? Én Szabi vagyok, grafikus. Főleg képregény stílusban alkotunk ezen a csatornán. És most épp egy Doctor Strange-et színezünk. És arra gondoltam, hogy ezt egy kicsit klasszikusabban fogjuk megcsinálni. De mindenkit szeretettel látunk. Ilyen nagyon sokszor elakadós, na most vajon mit csináljak, streamek szoktak mostában lenni. Meg kísérletezünk folyamatosan. De attól függetlenül, aki a képregényeket és a rajzokat szereti, az szerintem jó helyen jár itt. És nagyon szépen köszönöm még egyszer a raidet. Mi újság? Milyen volt a stream? Apex Estil! What the heck? Wow! Ti egy ontató, hello, hello! Ezt nézzük meg valami barnás color overlay-jel. Szuper! Egyre jobban kezdenek kijönni a színek. Egyre jobban kezdem látni, hogy mit szeretnék. Most fogunk még egy gradientet csinálni rá, de az lineáris lesz. Vagy kettőt. És akkor így el tudjuk fedni a lábat is majd. Hello, hello, szia! Oskaján, Frányó Butha. Frányó Butha, vagy Frányó Butha, nem tudom, bocsánat. Be lett fejezve, még az animációkat csinálom. Stream végén lehet megmutatom, most már megvan a visszaszámláló, az kb. Így a render... Nem tudom, ilyen délben végeztem bele? Kicsit hosszabb volt ott a render, nem tudom, mi baja volt a Photoshopnak. Premiere Pro-nak. És még pár animáció hátra van ott. De azokat sajnos nem tudom streamelni. Nem tudom, hogy ez a fekete, ez jó ötlete. Ugye a feketével eltűnik, de nagyon sötét lesz ott az alja. Tehát a feketével egészen eltűnik. Mi van akkor, hogyha ezt a kis feketét mondjuk visszahozzuk a sarkoknál is, és lehet azt mondom, hogy picit nagyítani fogunk a canvas-en akkor. Tehát mondjuk azt mondom, hogy itt a saroknál, hoppá, az ott már nagyon sötét. De egy kicsit visszahozunk innen föntről még bele. Ugye ez a playlist, ez borzasztó, úgyhogy átmegyünk valami másra. És nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést Oskaján. Hello, szia, üdvít nálunk. Szóval, hogy van egy olyanunk, hogy... Köszönöm szépen, hogy a Baby Sharkot is. Dániában most már nem nézhető, majd visszavolt. Azon gondolkozom, hogy ez így nagyon sok lesz. Ez így nagyon sok lesz sötétítésre, de valahogy a lábat ott majd el kell maszkoljuk szépen. Mondjuk így softlight-kal kap egy kis páncsot, és mi, hogyha beduplikáljuk, és akkor ez már nem softlight lesz, hanem ez pass through. És itt lente veszük az opacity-t. Félek, hogy nagyon-nagyon sötét lesz, mindjárt megnézzük amúgy a gradient mappel a tónusokat. Nem akarok megint füsthöz nyúlni ehhez, Bidi. Nem hülye kérdés amúgy. Azért nem akarok füsthöz nyúlni, mert Batmannél is így oldottuk meg a lábkérdést, és itt most szerintem ez nem illene annyira hozzá. Hanem inkább szeretnék valami olyasmit, mint hogyha akár esetleg egy barlangban lenne, vagy valami ilyesmi. Tehát a value-k azok, ezek egész jól állnak. Tehát szépen ki van emelve a kéz, az arc és az effektek majd. De a színekkel még nem vagyok teljesen tisztában, hogy lesz jó.
Talán azt tudjuk csinálni, hogyha csinálok az inkre magára egy maszkot, és itt nem is az inkre, esek a renderingre. Kikapcsolom ezt az FX rétegeket, és azt mondom, hogy a renderingre csinálok egy maszkot, és elkezdek egy kicsit így visszamaszkolni, hogy eltűnjön így a láb, akkor lehet, hogy ez még egy járható út lesz, hogyha ugyanezt a maszkot alkalmazzuk az inkre is. Így, és most kapcsoljuk vissza az effekteket. Ez is szerintem járható út lehet. Még itt annyi, hogy a 36%-ból még visszaveszünk, és talán annyi, hogy a sötétbe ide húzunk még bele egy picit így lentről. Ez a normál. Best through 22%, nope. Ide még egy kicsit visszasötétítünk így. Tehát valami ilyesmi lesz majd akkor a végeredmény. Egy narancs TP. Szia Blue ismét. Nem is, mint hogyha mágikus ködbe lenne, egy kicsit, mint hogyha ilyen... Amúgy ezek a kis pöttyök, ezek iszonyat jól ilyen kis homokvihar effektus csinálnak. Amúgy megcsinálhatnánk homokviharosra is. Akkor annyit kell csak csináljunk, hogy a teljes BG-s effekt részhez nyomunk egy új Hue Saturation-t, és eltoljuk egy kicsit sárgásba. De azt mondjuk neki, egy kicsit eltoljuk a sárgásabba. És fogunk berakni még egy új réteget, amire ilyen erősebb porszemcséket rakunk. És akkor viszonylag minimálisan megvan a hátterünk. Látjátok, egy ötletből, a mágikus ködből én már asszociáltam a porszemcsékre, és már ott vagyunk, hogy mindjárt meg is van, hogy mi lesz a háttér. Majd mint hogyha nem szeretnék hozzárajzolni pluszba, tehát ez most színezős gyakorlat, azért nem akarok hozzárajzolni. Szóval van valahol egy olyanom, hogy... Hol van a Dust ecsetem? Hey Mr. Dust, meg vagy. Picit nagy lesz, mondjuk ilyen ezres méreten. Ezek mint hogyha akár lehetnének akár ilyen lebegőkövek is majd. De hogy ezzel például nagyon sokat rá tudunk pluszban tolni. És hogyha lentebb veszem az opacitét egy új rétegre, akkor tudunk a háttérbe is csinálni ilyeneket. Vegyük le az opacitét is, hogy itt a háttérben így mindenféle ilyesmi repked. Sőt, tudjátok miért? Vissza. 100-as opacitét és utólag veszem le az opacitét. Mondjuk azt mondjuk, hogy ez ilyen pici partikoz, egyre kisebb partikolok lesznek. Egyre kisebb ilyeneket csinálok. És erre azt mondjuk, hogy ennek veszünk le az opacity-éből így. Ide meg visszajövünk és jó sokat odarakunk. És így már nem olyan zavaró az a lábot. Sőt, hogyha esetleg a renderingnél kitörölném ott azt a maszk részt, tehát az ink az nem kell nekünk oda, de ha itt ezt a maszk részt kitörölném, akkor már majdnem teljesen el is tűnik a láb. Vagy még egy korrekciós réteget rakunk be ide, és azt mond neki, hogy... Jó, kicsit erősebb brush-sal mehet. Ez egy kicsit, akkor úgymond tényleg hozzárajzunk, de csak egy icipicit. Hogy így legyen olyan, mint hogyha ott folytatódna a lába. Így. Mehetne a light portál, amiből most bukkant elő. Nem, gondolom, hogy szeretnék hozzárajzolni. Kérdeznék valamit, egyszer nem volna kedved csak a színek miatt kipróbálni például Yakuza rajzot? Mire gondolsz, White Angel? Mint Yakuza rajz alatt. Yakuza karakter, vagy
Vagy csak egy, ez egy olyan rajzfogalom, amit nem ismerek. Igen, az lehet, hogy erős az a láb. Na jó, megoldjuk. Picit visszább szedünk így, hogy szép lassan tűnjön el ez a láb. De ne legyen ott olyan éles. Így. Na jó, ez lesz ott a végleges részünk alul. Felül az a fekete, az nagyon csúnya még nekem. Úgyhogy ott volt korrekciós rétegünk. Igen, abból szerintem veszek vissza. Az maradhat, ebből kell visszavegyünk 50%-ra legalább. Vagy beállítjuk multiply-ra. Mind a kettőt. És hogy egy kicsit sárgásabb. És akkor már csak egy dolog kell nekünk, a karakter mögé a backgroundra. A karaktert magát ki akarom egy picit jobban emelni. Ezért fogunk egy olyat csinálni, hogy még a lábak mögé berakunk egy nagy fehér pacát, de lágy airbrush-sal. Tehát, hogy karaktert egy kicsit ki akarom hozni ebből, hogy jobban előjöjjön, és ehhez meg ezt kell nekünk ide overlay-be így. És Jubi, úristen, nagyon-nagyon szépen köszönöm a cheert. Hogyha már itt vagy, Jubi, képzeld el, haladok az overlay-jel, holnap szerintem tudok neked küldeni most már mindent. Még egy stinger animáció hiányzik, de meg tudom mutatni neked, kicsit módosítottam, remélem nem haragszol meg az intrón. És... tudom, itt megmutatom. Így fog kinézni az intród. Várjátok, ezt egy kicsit kisebbre veszem. Itt a chat rá fog menni. És akkor 10 perces visszaszámlálás, amiben 20 másodpercenként lesz egy fénylés. Tehát mindjárt jön az első fénycsík, 10 másodperc múlva. Most nem fog már beletekerni. De hogy semmi extra, csak hogy ez hamarosan kezdünk, megy egy visszaszámlálás 10 percről, vagy ha szeretnéd, lehet 15 perc is, nem tudom milyen hosszú intrót szoktál tartani. És akkor néhány átfut majd egy ilyen fénycsík. Mindjárt mutatom még egyszer. És közben itt a chat is tud pörögni, tehát hogyha esetleg a vodokat el szeretnéd menteni, vagy bármi ilyesmi, akkor ott a chat is látszódik. Illetve annyi, hogyha végére ér, én még hagytam saját hibámból adódóan, meg tanulva, egy olyat, hogy amikor elérünk 0-0-hoz, akkor 0-0-án marad még 30 másodpercig. Hogyha bármi van, akkor ne válts át, vagy ne kelljen átváltani, vagy ne csak egy fekete képernyő legyen, hogyha még nem tudsz átváltani mondjuk a lobbira, mert közben jött valami. Szóval ezt sikerült ma délelőtt összeraknom. Nem tudom, hogy mennyire tetszik, remélem, hogy tetszik. És még lógok neked a stingerrel, meg majd még alertekkel, de az alertek az ott picit meg beletört a bicskán, fogalmazunk úgy. Eljutottam oda, hogy ihlet hiányom volt. Tehát ott valamit ki kell majd találnom, de a stingerre van egy tök jó ötletem. Vagy Slacának volt egy tök jó ötlete. És azt be fogom nyúlni, pofátlanul. Örülök, hogyha tetszik. Szóval remélhetőleg holnap már landol nálad a package, hogyha nem, akkor valószínű, hogy legkésőbb vasárnap. De például mindent át tudok küldeni, ami eddig kész van már. Egyedül még egy hiányzik, a stinger, ami ugye összeköti a jelenetek között. Akkor 20% az övé... nehogy meghallja. Nehogy meghallja. Jó, effektezés szempontjából szerintem nagyjából ezek lesznek az effektjeink. És azért jó, hogy sokszor az effekteket előre felvázoljuk, úgymond. Mert így látszik, hogy túl sok rendering a kézre nem fog nekünk kelleni. Talán egy picit világosíthatunk majd itt a bőrön. Az arcra kell nagyon erős zöld élfényeket rakjunk majd. Itt a ruhára is, bár itt már az effektekkel nagyon-nagyon jó rész rámegy. Egy kicsit aggódok, hogy ez itt nagyon sötét lesz. De megnézzük Gradient Map-en még egyszer. Ilyen lesz.
Ez a felső, ez még mindig zavar. Ott visszábeszek egy picit. Most ha megvannak ezek a porszemcsék, minden ilyesmi is, egyetlen egy dolog még, hogy ez a köd, itt toljunk még egy réteget. Ez a köd lehetne textúráltabb. És akkor most visszamegyek ahhoz a DGAP 3-hoz, azt hiszem azt az ecsetet mondtam. És lehet azt mondom, hogy... Százas a pacitin, miért nem látunk semmit? De mert ez a 22%-os gruppunk, oké. Tehát jobban fel fog jönni ez a köd így. És akkor így nem lesz olyan steril ez sem, itt fölül. Na azt a sarkot ennyire nem kell. De hogy itt ezt a részt például jobban meg lehet akkor így húzni. És így még jobban fókuszálunk a karakterre, így most már szerintem jobb. De meg tudom mutatni amúgy, mert kérdeztétek az előbb is, hoppá, mellé kattintottam. Hogy néz ki az overlay, a PSD-ket tudom megnyitni. Ugye az intrót azt az előbb mutattam, van egy Lobby V3, azon is egy picit játszottam. Így fog kinézni a lobby, meg a beszélgetős rész. Van egy nyominfo részünk is. Itt ugye lehet változtatni majd azt, hogy 4-en vannak, 3-an vannak, vagy 2-en vannak. És még mi volt? Ja, a Stingert elkezdtem már, de azt még nem animáltam be. Meg ugye a paneleket csináltuk még meg. Amit hirtelen nem találok. Ott a kamerakeret. Panelek. Ó, oh, itt van, panel. 320x120, maybe. Igen. Ilyenek lesznek a panelek. Nem gondoltál még rá, hogy csinálj egy grafikai stúdiót más grafikusokkal együtt? Sexy Maxi Sub Vexi. Zseniális ez a név. Sexy Maxi Sub Vexi. Ezt mindig ki fogom mondani, nem fogom rövidíteni. Sokat gondolkodtam rajta. De az a helyzet, hogy iszonyat nehéz. Nem abból a szempontból, hogy nehéz lenne más grafikusokkal együttműködni, vagy együtt dolgozni, hanem iszonyat nehéz egy olyan ügyfélkört kiépíteni, amivel több grafikusnak is úgymond munkát lehet adni. Én sokszor gondolkodok rajta is, szeretnék olyat csinálni. Ez nagyon régi tervem, tehát még bőven, még mielőtt elkezdtem streamelni, tervem volt az, hogy esetleg grafikust felvenni, minden ilyesmi, csak sose alakult úgy, hogy annyi munka legyen, hogy azt mondjam, hogy jó, erre már tényleg fel kell vegyek egy embert, mert konkrétan nem tudnék több munkát elvállalni sehogy se, és akkor is szép lassan lehetne egy grafikai stúdiót csinálni belőle, de ez nagyon a holnap zenéje. Tehát, hogy így még mindig nem látom azt, hogy mikor lesz kvázi így a Covidnak vége, már csak a szakmámban is. Van itt egy ötletem még. Bár nagyon jól nézett ki úgy is, de mi van akkor, ha ezt berakom egy csoportba, és most kezd megint elmenni, nagyon elgurulna a gyógyszerem. Mi van, ha ezt itt berakom egy csoportba, és csak a fehérből kéne maszkolni első körben. Ott hozunk vissza egy kicsit a kézből. Meg ez még egy fehér? Igen. De akkor teljesen eltűnik a fehér. Akkor mi van akkor? Jó, oké. Ez igazából hold color, amire én gondolok. Ezt most mire érdemeltem, zigok? Visszarakjuk ide az inket, és az inkből fogunk kimaszkolni egy picit. De lágy ecsettel. Mármint, hogy így. Értitek? Így egy kicsit. És ezt a layer egyet meg teljesen el fogjuk tüntetni. Vagy azt mondjuk neki, hogy ezt kap egy fehér overlay-t.
Ez egy fehér color overlay-t. Vagy zöldet. Vagy sárgát. Vagy zöldes-fehéret. Vagy sötét-zöldet így. Jó lesz ez így első körben. Itt még talán egy kicsit, hoppá, rossz réteg. Az inken itt egy kicsit talán többet vehetnék ki a fehér részeknél a kézből. És én most ilyen kicsit textúrázottan veszem ki ezeket a részeket. Tehát szeretném, hogyha maradnánk egy kicsit a klasszikus komik vonalon. Szia Holly, hello hello! Csak költeni akartam a pontjaimat, mert mindjárt megvan a saját rajz. Ó! Ezt egy hasonlóan vállalkozó grafikussal szövetkezve lehet elkezdeni, aki akkor dolgozik be, amikor kell, amikor nem megfoglalkozik a sajátjával. Idővel gondolom lenne elég ügyfél, de ez tényleg idő. Igen, amúgy erre még nem gondoltam, hogy meg lehetne úgy csinálni, hogy egy másik hasonló kaliberű grafikussal, akinek néha sok munkája van, oda-vissza passzolgatni és így kooperálni. Jézus, hogy jó Isten, 83-on vagyunk. Az azt jelenti, hogy rá kell nézek a statisztikára, mert ha elérjük most stream közben a partnerséghez a 75-öt, nyomogatom az F5-öt majd folyamatosan, akkor streambe fogjuk beadni a Parker Peter Partner Pókember a partner jelentkezést. Csak azért izgulok ennyire, hogy most meg lesz a streambe, mert 74,12-nél volt stream eleje, tehát stream előtt az átlag nézőszámunk, tehát hogyha most elérnénk streambe, akkor így ott nyomnék rá előttetek a jelentkezés gombra, vagy nem tudom milyen néven lesz az a gomb, majd nagyon izgi. Hú. De jó. Ide még rakunk egy plusz fehéret. Így. És fogunk rakni egy plusz pici zöldet alá. És nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést, Korimász! Hello, szia, üdvít nálunk, mi újság? Vagy egy friss embert, aki közben tanítgatsz, és legalább pici ügyfélköre is lenne a végén. Itt például Kacu? Akit vágni tanítanék meg éppenséggel? Jó, ez már lehet sokat veszel a kézből ott. Igen. Az a probléma jelenleg, hogy képzeljétek el, tehát hogy ugye, mert nem tudom, néztétek el mondjuk a Perzeuszos beszélgetést, ami volt hétfő este, de visszanézhető még Perzeusz csatornáján, és zigok, hogyha írsz egy showt Perzeusznak, azt nagyon szépen megköszönöm, csak hogy megtalálják a többiek is a csatornáját. Ott ugye elmondtam, hogy ugye, én világéletemben az a grafikus voltam, tehát amióta grafikus vagyok, azóta konkrétan szarásig voltam mindig munkával, és bocsánat a csúnya szóért, de tényleg szarásig voltam munkával. És amióta beütött a Covid, azóta van ez a nagyobb visszaesés. De hogy... meg most ugye azért gondolok, azért lenne jó ötlet valakivel ez emiatt társulni, mert hogy most nagyon sok hangsúlyt szeretnék fektetni a streamelésre is. És... nem tudom, mit akartam mondani. Kicsit szétszórt vagyok. De hogy most kezd megint az lenni, hogy iszonyat sok meló kezd bejönni. És emiatt volt, hogy most például csak két naponta volt stream, nem volt minden hétköznap. De ettől függetlenül még úgy vagyok vele, hogy egyelőre még mindig nem jön be annyi munka, amely ugye azt tudnám mondani, hogy vígan fel tudok venni egy embert. Sajnos. Milyen lesz, hogyha ezzel az ecsettel csináljuk ezeket? És ilyen textúrázott lesz az egész? Köszönöm, Zigok! Vagy mint Viktornál a vágósrác, hogy egyetemista és szabad idejében dolgozik. Ezt beszéltük már Kacuval, csak őszintén arra nem volt még időm, hogy elkezdjek azzal foglalkozni, hogy ugye Kacut megtanítanám vágni, mert én vágó is vagyok egyben.
de arra nem volt időm még, hogy komolyabban neki tudjak látni, azzal is foglalkozni, mert most tényleg nagyon-nagyon sok projekt jött be. És ugye az is volt, hogy a YouTube videókat is kellene csinálni, de egyszerűen úgy vagyok vele, hogyha most jön sok munka, akkor hát ha utol tudnám érni magam úgy, hogy visszajön a Covid előtti helyzet, amikor tudtam például azt csinálni, hogyha nem volt kedvem egy munkához, akkor azt mondtam, hogy köszönöm, nem. Ritkán fordult elő, de volt olyan. Akkor azt mondtam, hogy köszönöm, nem. És... És volt olyan, hogy ritkán, de volt olyan, hogy mondtam vissza munkát csak azért, mert nem fért volna bele vagy úgy az időmbe, vagy mert egyszerűen tudtam, hogy nem feltétlen van szükségem arra a munkára. És ha ez a helyzet visszaállna, akkor nagyon jó lenne, mert akkor jobban tudnák én is fókuszálni arra, hogy tartalmat gyártsak. Csak hát ehhez még idő kell, és nem kevés sajnos. Hogy ide-vissza kerüljön, úgymond a... Ezt most nem tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy eljussak újra arra a pontra, hogy azt mondjam, hogy oké, most van egy csomó munka, most már vagy felvenni plusz embert, vagy vagy pedig ja, nem tudom befejezni ezt a mondatot. Pics, azonnal kapcsolt ki és áramtalan is. Társulj szabadúszóval, az mondjuk tök jó ötlet. Szóval, hogy ja, úristen, Franyó Butha, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a szubot. Nagyon cukor vagy, egy hatalmas cukorspamet kérek szépen neked is. És használd a szuper emótjainkat, miért nem tudok cukorspamet küldeni? Ja, jól működik. És ha esetleg Minecraftozol, akkor pedig felkiáltójel szerver, várunk szívesen a community szerveren is. Vagy szívesen látunk a community szerveren is. Jó, ezt klasszikusan fogjuk csinálni, ilyen szép patch megelősen. Ez most tetszik. Tehát, hogy egy kicsit ilyen... árci lesz. Igen, csak jogtiszta Minecraft-tal lehet játszani a szerveren, és külön bérlünk szervert is, tehát ez egy ilyen dedikált szerver nekünk. És szuboknak és patronoknak érhető el a szerver. Kitöltitek a formot, hozzáadunk a whitelisthez, és akkor tudtok is csatlakozni. Na jó, ez nagyon tetszik most. Meteormogus lennék vaníliás kóla. Én nem lennék, annyira nem szeretem a vaníliás kólát. Amikor bejött, akkor nem volt rossz, de nekem utána annyira nem jött be. Milán, ne kezdjük megint ezt, légy szíves. Ingyen biztosan nem tudsz letölteni egy olyan szoftvert, ami pénzbe kerül. Vagy ha igen, akkor az nem jogtiszta. Tehát... ha van egy szoftver, amit gondolkodjunk egy picit logikusan, ha van egy szoftver, amit pénzért fejlesztenek, pénzért árulnak,
nincs olyan lehetőség, hogy ingyen megszerezd, ha csak nem valami akció, hogy mondjuk az Epic Games Store-nál, vagy Steam Sale-nél, vagy bármi esminél le van akciózva. Igen, igen, meg lesz jelenítve, Lajos. Egyelőre még csak a köpenyt csinálom, de meg lesz ott is jelenítve. Tehát, hogy gondolkodjunk el azon, hogy ez hogy működik a világ. Tehát mindenki pénzből él. És az, hogy te valahogy meg tudod szerezni ingyen, ami nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi ez a módszer, mert biztosan ki fog derülni, hogy ez nem legális módszer. Szia, Arci! Hello, hello! Nem sok a helyzet, épp rajzolunk, chillezünk, és azt várjuk, hogy mikor lesz meg az átlag 75-ös nézőszám, mert stream elején 74,12 volt. Tehát így... Hát, ha sikerülne streamben átlépni azt a 75-ös számot, és akkor benyújtjuk a partner jelentkezést, úgyhogy teljesen szanaszét vagyok. Teljesen. 74,12. De van egy, hogy letöltöd, és kéri egy akkontot, és van egy akkont generáló oldal, és úgy. Na minden, az akkont generáló oldal az nem. Azok lopott akkontok. Azok mások fizettek érte, feltörték, és azokat kapsz egy akkontot, és azzal játszol. Tehát az nem. Olyan nincs, hogy valaki ingyen ad valamit, ami pénzbe kerül. Ezt felejtsük el. Nem élünk egy ilyen jó világban. Ezt a zöldet egy picit visszább kéne vegyem. Több legyen ott a ciános, mert azért oda már kevesebb fény megy. De megy valamennyi, de kevesebb. És ezt kéne világosabbra venni egy kicsit. Így. Mert amúgy a gradienttel amúgy is lesötétítjük. Szóval igazából így már a láb is megvan. Úristen, ez most iszonyat epic lesz. Nagyon tetszik. Epic is reklámozza magát az ingyen játékokkal, igen, de ők jogtisztán árulják ingyen a játékokat, mert azok akciók, és ott az Epic fizeti ki helyetted a játékot. Az Epic ezt azért csinálja, mert onnantól kezdve, hogyha mondjuk hozzászoksz, tehát gondoljatok bele, a Steam az viszonylag monopól helyzetben van a piacon, az Epic az, aki nagyon jön fel, mint így launcher és mint online játékáruház. És ugye hogy működnek ezek? A Steam is és az Epic is minden egyes az ő platformukon eladott játék után százalékot kap. Ebből termelik ki maguknak a pénzt. Viszont ezt a százalékot visszapörgethetik abba, hogy új embereket csalogassanak be azzal, hogy kifizet, mondjuk teszem azt, az Activisionnek 5 millió dollárt, random összegeket mondok, semmi realisztikus alapja nincs. Kifizet Activisionnek 5 millió dollárt, cserébe egy hétig ingyen le lehet tölteni az új Call of Duty-t náluk. Tehát értitek? Hogy ezt az Epic kifizeti helyetted, és így csalogatja be az embereket. Az teljesen más. Ha van egy oldal, ami nem a fejlesztőké, vagy nem egy official bolt, vagy bármi ilyesmi, aki mondjuk akontokat árul, vagy ilyen regisztrációkat játékokhoz, az nem ingyenes játék, azok feltört akontok. Tehát, hogy... Tudom, ez így bonyolult, meg kicsit körülményes, hogy akkor most tényleg mi az, ami ingyen van, mi az, ami nincs. De higgyétek el nekem. Tehát, hogy ha valahol mindig, ha tudtok, vannak hivatalos források. Mindig próbáljátok meg hivatalos forrásból vásárolni. Tehát teszem azt,
Ha szoftvert akartok venni, akkor a gyártó oldalán is meg lehet vásárolni, és általában nagyon sok gyártó oldalán ott vannak a legnagyobb akciók is, mert a saját termékük más nem keres rajta, csak ő. Tehát az mindig jó, hogyha a gyártó oldalán, mert például tegyük azt, egy alkalmazást akarsz megvenni, ha az Apple Store-ba vagy a Google Play-be veszed meg, mind a két platform 10 vagy 15 vagy nem tudom hány százalékot elkér a fejlesztőtől azért, hogy az ő platformját használja és ott lehessen megvenni. Tehát, hogy 30, na az meg a másik. Szia, Dév! Tehát, hogy értitek? Az, hogy ha például találkozol olyan oldallal, hogy ilyen Minecraft regisztrált kódokat árul, vagy ingyen el lehet érni fiókokat, vagy ilyesmi, és ad egy e-mail címet, meg ad egy jelszót, amivel be tudsz lépni, az biztos, hogy azok lopott accountok. Ami az is jó, amit Covilil mond, az Amazon meg abból él, hogy áron alul a cuccokat is hozzászoksz, mert minden mást is onnan veszel, ha már kihozzák. Igen. Tehát az Amazonnál meg például pont azzal játszanak, hogy nagyon sok termék áron alul van, nagyon sok termék áron felül. És ha már összeraktál pár terméket, akkor lehet hozzácsapod a drágábbat is. Szia Danci, hello hello! Szóval tényleg a... Nagyon, nagyon komplikált ez az egész. Én mindig azt mondom, hogy ha tudtok, akkor próbáljátok meg úgymond direkt forrásból. Tehát én például a Cyberpunkot is a GOG-on vettem meg, ami a CD Projekt Rednek a saját platformja, és úgy kapta a legtöbb pénzt a fejlesztő. Ugyanannyiért vettem meg, mint ha Steamen vettem volna meg a játékot, csak a Steam a 20-valány százalékát vagy 30-valány százalékát nem vonja le neki. Te miért nem szólsz, hogy ide raideljek kutya fejű? Dév, raidelj ide! Ahogy képzeld el, Dév, ha minden jól megy, lehet a stream végére én is be tudom adni a partner jelentkezést. 74,12 átlagnéző nálunk. De hát már nem streamelek. Hát, sorry, not sorry. Szóval most ezen megy a nagy izgulási. Szóval én tényleg mindig azt mondom, hogyha tudsz, akkor kifejezetten meg lehet venni vagy a gyártótól, vagy a izén, az általában jó deal szokott lenni, és az nem átverős. Ráadásul ott is voltál, igen, benéztem egy picit, de aztán kellett még módosítani pár grafikán, és konkrétan le is léptem Lurkből. De nem szoktam általában embereket megkérni, hogy raideljenek hozzám, azt egy kicsit visszásnak érzem. Mindenki oda raidel, ahol szeretne alapon. Szia Kylo! Oké, de engem mondjuk megkérhetsz. Jaj, nem, amúgy mostában próbáltam amúgy úgy, ez is ezt most bevallom nektek őszintén. Megmondom őszintén, próbáltam direkt úgy időzíteni a streamjeimet is, hogy te meg Viktor ne nagyon tudjatok raidelni. Mert nagyon-nagyon hajtunk most a partnerségre, és a raidek nem számítanak bele a partnerségbe. És nagyon közel járunk tényleg hozzá, és hogyha esetleg beraideltek, és mondjuk... Köszönöm, Zigok! Akkor most meghallgatjuk a bűvisákat. Úgyhogy mondjuk esetleg vannak közös nézőink, és azok a raid által jönnek át, akkor úgymond akik amúgy is nézték volna a streamet, azoknak nem fogja akkor a nézettséget számolni. Köszönjük, Zigok, ezt a baby sharkot. Szóval, hogy direkt így időzítettem a streameket, hogy minél hamarabb meglegyen, mert meg kell valljam tényleg, ami így januárban a csatornával történt, azt így legvadabb álmaimban se hittem volna. Tehát így konkrétan az átlag 50-ről felugortunk átlag 80-90 nézőre, így december 31 és január 4 között, tehát január 4 óta folyamat átlag 80-90 néző, és így... How? Nem tudom, de iszonyat hálás vagyok érte, és konkrétan ennek köszönhető, hogy mindjárt megvan a partnerség is, tehát így.
Na, ezeket itt kimaszkolgattuk, ezeket a highlightokat. Most lehet azt, hogy ezt a highlightot duplikálom, akkor keverünk rá egy zöldet. És mivel úgyis a köpenyen dolgozunk, az OnlyFans? Lehet amúgy. De kösz a tippet, hogy csináljak arra is reget, meg hogy megmutattad, hogy kell beállítani a profilt. Nagyon sokat segített, és nagyon sokat húzott amúgy rajta tényleg. Kimaradt az ivás. Cheers! Szia virsli ember, ez a réve. Ja, Dave, hallott, csináltunk tegnap előtt új csatorna.rewardokat. Ha valaki kiváltja 1 millió pontért, akkor csinálok neki egy szendvicset, és Magyarországon belül kiviszem neki. Én meg köszönöm, hogy megmutattad, hogyan fényképezem, hogy nagyobbnak tűnjön, szívesen. Abban nagyon profi vagyok. Na, szóval ezt a zöldet kellene, most lehúztam az opacity-ét, de azt mondom, hogy át fogjuk rakni valami nagyon menci átütésbe. Color Dodge, ez nagyon izé. Lighter color, az működhet, ha egy picit többet maszkolunk rajta. Az a baj, a piroson a zöld fényt iszonyat nehéz szépen megjeleníteni. Mert komplementer színek, tehát nagyon nehéz megcsinálni azt, hogy piros felületre zöld fényvetülés legyen, és az szépen tükröződjön. De megpróbálkozunk vele. Tehát így konkrétan ki kell üssük teljesen zöldbe ahhoz, hogy az ott úgy nézen ki, és jó legyen. Azokat a részeket. Ami nem kismeló lesz. És nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést! Darci Killer! Hello, szia, üdvít nálunk! Csinálok majd streamer csoportot, ahova várlak szeretettel, partner a neve. Dave! Nagyon szívesen csatlakoznék, de ne haragudj, mi is azon vagyunk, hogyha meg lesz a partnerség, akkor megcsináljuk a mi kis cuki artist streamer csoportunkat, és már azon izgul mindenki így a kis art community-nétingben, hogy mikor lesz már meg az az átlag 75, hogy tudjunk csapatot csinálni hozzá, de nagyon cukor vagy, köszönöm. Egy ilyenhez még amúgy csatlakoznék is. Ha lehet két csoporthoz csatlakozni, akkor meg benne vagyok. Partner. Hát, zseni. Jó. Itt még gondolkodok azon, hogy teljesen kisütjük, az oké. Okay. Viszont lehet többet hoznék vissza a világosabb köpenyből, bár mondjuk ez a sötét tónus, ez elég okén néz ki. Tehát, hogy... Pár helyen egy kicsit a világosabbat visszajátszhatnánk. Egy kis élként, csak hogy... Alapból a környezeti fényekből is jöjjön vissza. No Dax. Ja, hogy Danika csánk, oké. Okay. Jó. Ez megvan. Na, az aranyjal most kicsit trükközni fogunk. Amúgy a skin tone-t azt a végén fogom megcsinálni. Az lesz a legnehezebb. Az aranyjal most egy kicsit trükközni fogunk. Átviszik egy picit világosabban. Ez zöldes eléggé.
De jó lenne, ha nem lennék színvak. Szóval itt fogunk tudni felrakni olyan highlightokat, és most egy kicsit jobban belezoomolok, hogy például a medál iszonyat fényes legyen ez a fele, plusz akarok egy icipici élfényt. Tehát most ez nagyon elnagyolt színezés, de nagyon tetszik ez a textúrázott dolog. Nézzétek el. De hogy itt lehet ilyeneket szépen belevinni. És itt látszani is fog, hogy sokkal fényesebb az a fele. Van egy pici árnyék, majd egy kis törés, és megint jövünk. Most cseréltem hegyet, nehogy már elkoptattam tegnap. Ezt így idáig. Itt van benne ez a kis dombocska. Itt van benne egy pici plusz föl. Oh boy. Innen mennyi fényt kap? Azt mondanám, hogy talán így. Szeret kacsa. No dance allowed, mi? Ki lesz rakva táblának? De amúgy nem úgy volt, Dave, hogy a te Twitch csatornád az igazából dancié? Én valami olyasmit hallottam, lehet, hogy félreinformáltak. De hogy azt így, az így átkerült a dancihoz. Jó, és akkor most tudjuk azt csinálni, hogy egy picit megbolondítjuk megint, mert ezt visszaállítom sárgásabbra. És egy picit el fog tűnni. És az alatta lévő sárgát állítom be sokkal sötétebbre. Fú, ezt így egyből beletaláltam oda. Oh boy. Azt a tejből beletaláltam. És akkor erre fogunk még egy zöld highlightot rakni. Ugyanez a zöld. És akkor annyit fogunk csinálni, hogy itt, ahol visszahúzzuk a zöldet, mindjárt meg is nézzük, mi lesz az a réteg áttűnés, ami epikké fogja tenni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést, United Random Csabi! Wow, most már van akkor külön a kontotok is teljesen? Mert láttam, hogy ugye van a United Random, amivel általában Csabi írt, aztán volt a United Random Dani, és most van külön egy United Random Csabi is? Hoztam még egy akontot lörkölni, hogy megint a partner. Köszönöm szépen! Ez volt eddig is, csak nem használtam. Á, értem. Gondolom a két lépcsős azonosítás miatt, hogy azt megmondom őszintén, az nekem annyira nem fancy. Mármint, hogy így konkrétan indítottam volna ma is a streamet, és így
Nem, be kell jelentkezni újra, mert letelt a 30 nap, én meg így, váj! Bár így, mondjuk abban a szempontból jó, hogy legalább nehezebb feltörni, mert ez nem tudom, hogy mennyire igaz. Jó, itt követtünk el egy kisebb hibát, ezt most orvosoljuk. Itt meg azt fogjuk csinálni, hogy nagyon lágy brush-sal pakolunk egy kicsit csak ezekre a részekre, mert itt ugye egyre kevesebb fény jut ezeknek. Tehát, hogy például még itt azért erősebb ez a zöld highlight, addig a lenti részeken már nagyon-nagyon kevés jut ide. Tehát, hogy ide épp hogy csak így belemaszhatolok kicsit zölddel. És ugyanez igaz itt is, tehát itt is csak kis lágy zöldet rakunk, míg ezeken a részeken itt elég erősen zöldítjük az arany részeket is. Oda pont nem kell. A medálon is látszon az a zöld fény. És akkor itt is egy ilyen kis bevágás után. Azért valamennyit a kezek itt akar. De hogy itt még jöhet, akkor ez zöld. Most az aranyon vagyok, hiába akarok oda vissza, oda kell még a piroshoz még egy erősebb zöld. Nem tudom, Peach. Mi volt a brás parancsunk? Aztán, de úgy van egy felkiáltója command. Brush! Igen, ezekre keressetek rá, ezeket szoktam használni. Felkiáltója brush. Ez például a Dave Greco-nak a... vagy Dave Greco, nem tudom, hogy kell ejteni a nevét. A brush pakjából van. Én most pirosan vagyok. De mindegyik brush-om, ami úgy kezdődik, hogy DG, az a Dave Greco féle pakból van. Jó, és azt mondom még, hogy lehet, hogy ez a piros, ez túl sötét. Egy picit világosítunk ott rajta, és akkor a fő pirosunkon is világosítunk egy kicsit. Így. És mentünk. Jó úton haladunk, hogyha egyre lassabban ment a Photoshop. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a követés, Strapi! Hello, szia, üdvít nálunk! Mi újság? Jó, itt érzem még úgy, hogy ez sok lesz. És szedünk vissza itt a zöldekből, meg a ciánból is. Illetve úgy, hogy van, ezt a két réteget beduplikálom, és be fogom húzni a... van egy ruha mintánk. De ugye ezekkel a színekkel kell, csak egy picit erőteljesebben rárakni. És akkor itt annyit csinálunk csak, hogy a zöldből veszünk vissza mondjuk így a gyűrődéseknél. Ez inkább ott maradjon. Ez meg legyen sötétebb.
Nem, ez legyen sötétebb. Na? Nem akarja tutit. Visszaveszünk egy picit a zöldből, és a nagyon sötétet meg világosítjuk még. Talán így. Szabi, mozog már egy picit, azt hittem, hogy befagyott a kép. Nem. Csak rákoncentráltam nagyon a rajzra, ne haragudjatok. Viszont egy pillanat, valaki megtenni nekem, hogy kivált, megkérem szépen egy kávészünetet, elszaladni gyorsan mosdóba. Meg cserélek egy sapkát, mert nagyon nagy a hajam. Iszonyat nagy a hajam, nem szokott ilyen nagy lenni, és szorít a sapka, úgyhogy picit be is vágott a homlokomba. Köszönöm szépen, Márk! És ezt most le is vonom akkor, volt két lörkradarunk, az be volt írva. Giorgio, neked visszaadom a pontokat, és akkor kérek most 3 perc szünetet, addig itt hagylak titeket a rajzadó, roppolgassatok nyugodtan, és utána folytatjuk. Köszönöm, Arci, szép napot neked. Szóval, 3 perc, addig csinálunk egy Q-dropot, egy közös ugrás, mit szóltok? Q-drop indul, és akkor felkeltője a drop mindenki, meg sietek vissza. Azon gondolkodtam amúgy, hogy... Nem akarok köntött falazni, ez iszonyat epikül fog kinézni. Picit kezdünk átmenni a sötét fele, de ugye ezzel tudunk javítani például, hogyha mondjuk rakok egy curves réteget. Lehetne levelszel is, de... hogy curves-szel egy kicsit megtoljuk. A színeket, a sötétebbeket is, így. Ezt lehet, hogy gradient mappet visszakapcsolom egy kicsit, csak hogy lássuk, hogy overall ne tűnjön nagyon el részlet. De egy picit tolunk a színekre. És hogy... Úristen! Tehát az elmúlt 3 színezésünk is olyan volt, hogy iszonyatosan imádtam. Ez az új technika nagyon bejött. Oh no, Szabi gondolkodik! Na, pocakbetyár, gratula! Nekem a 3-as tesé az így álom volt mindig. Általában 2-es voltam, fránya köti a mácás. De hogy tudjátok, mit fogunk még csinálni itt a rendering réteggel? Meg az inkkel is. Sokkal jobban elmossuk. Egy... Hogy kötszerű legyen. Sokkal jobban elmossuk a háttérrel, és ugyanezt meg fogjuk csinálni az inkkel is. Igen, ez a réteg, ez kell oda nekünk. Hanem hol az inkünk? Hol az inkünk? Eltűnt az ink. Wait, what? Mr. Ink? Oké, megvan. Hogy ezt így jobban elmossuk, és akkor nem lesz ilyen éles a váltás, és akkor kivehetjük azokat a csúnya, fekete láb foltokat, amik vannak benne. Erre meg a Group 2-re azt fogom mondani, hogy fehérre fogjuk kitölteni. Nem jó ötlet. Mi, hogyha a Group 2-t... Jó, klikkelj rá. Convert to Smart Object. Csak mert nagyon fontos, hogy az eredeti alkotónak az aláírás rajta legyen. Azt mondjuk, hogy Solid Color, fehér. És azt rárakjuk így. Remélem, így látszani fog. No! Hova raktuk azokat a csúnya fekete foltokat? A BG-be?
Persze, hogy a BG-be. Így. Szóval így már nem lesz olyan zavaró ez a láb. Hocak betyár, arra gondolsz, hogy minden art streamernél kifarnolod a pontot, és ezt teljes Star Wars univerzumot megrajzoltatod? Hallottam róla. Szóval most kicsit világosítottunk rajta, Curve-szel. Lehet, hogy ez kicsit sok. Sötétekre rakjunk vissza. Így, és azon gondolkodtam még. Ugye pirosakkal még mindig nem vagyok elégedett, a pirosoknál egy sokkal sötétebb árnyék kell nekünk. Így. És ugye ez igaz a kékekre is, tehát például a ruha kékére. Ott is mehetünk sokkal sötétebb tónusba. Mert itt sokkal hangsúlyosabb lesz a zöld tükröződés rajta. Illetve szerintem lassan neki láthatunk a bőrnek is majd. Így a láb ez jobb lesz. Így a láb az jobb lesz. De ezt az aláírást hogy tudnám visszavarázsolni? Mert most látszik ott feketével. De hogy... Így ott látszani fog. Amúgy csak a Sith birodalmat. Úgyhogy szerintem menjünk rá a skin tone-ra. Ja, menjünk rá az arcra. Az arcnál most ez egy kicsit érdekes lesz. Azért, mert... sötétebbet rakom felülre, mert akkor az árnyékot fogjuk most csinálni. Meg kell essek az új ecsetünk, amit nagyon tetszik, ez a DGAP 3. Lente vesszük kisebb méretre, és felvesszük az opacitit. Kitöltjük az egészet, és akkor most, amit fehérre fogok rajzolni, ezt fog látszani. A világítani, mint a keze, mert az arca. Az világítani is fog, de hogy nekünk az arcon középre kell egy erős árnyék, és hogy miért középre kell ez nekünk, ezt konkrétan azért, mert két oldalról adunk neki fényt. De és ez kell most valahogy nagyon jól megcsinálni. Tehát mondjuk a köpeny ad neki, de hogy itt nagyon jól el kell találni majd azt, hogy hogy legyen a világítás az arcon. Mert két oldalról kapunk fényt, de attól függetlenül még ez lehet túl világos. Vagy lehet az túl sötét. Kicsit csökkentjük a tónusok közti szakadékot. Rámenjünk egy picit vékonyabb ecsettel a részletekre, ahol kapunk egy kis erősebb fényt. Ugyanez igaz például az orrnyeregre is. De maga az orrhegy, az meg fog maradni sötétnek. Illetve tudjátok, mit rontottam még el? A haj az most a skin fölött van. A hajnak a szürkéjét bele kell hozzuk ide, a szakálba. Szakálba meg a bajuszba. Ja, és rendes ecsettel. Jó, ez a DG App 3 ecset, ez annyira tetszik most nekem, hogy fel fogom rakni a saját ecset pakkomba. Ezt gyakrabban fogom használni, ez nagyon jó kis festőecset. Úgyhogy, welcome here! És akkor gyorsabban elérem. Igen, picit belelendültem, Albert. Picit fogalmazok, hogy belelendültem. Szóval ezt itt szépen beszürkítjük. Az egész szürkének adunk egy sötétebbet.
Tehát, hogy ez így legyen ilyen. Ugye ez a hajnál is legyen, ugye igaz. Ott a hajnál van benne valami plusz FX, ami tesz rá zöldet, és nem tudom, hogy azok hogyan kerültek bele. Azokat ki kell majd valahogy szedjük. De hogy, ja, valahogy így lenne az arctónus, és hogyha megvan ez a színünk, akkor e fölé rakunk még egy ilyen színt, és most egy kicsit fordítva lesz itt a zöld. Amit bánok egy picit, mert nem így terveztem, de működhet, attól függetlenül még működhet. Mert most itt mit szeretnénk? Arc élekre rakni plusz olyan tónust, ami itt a highlightunk, ugye? Ami két oldalról, ami fényt kap. Igazából az egész lemelt zöldre, konkrétan. Ja, igazából az egész mehet zöldre. Akkor delete layer mask. Mondom, delete layer mask. Úgy. És akkor itt fogunk még egy picit húzogatni vissza. Meg ja, ennek kell beállítani valami jó rétegetvést. Konkrétan olyan szinten üvölt a gépem, hogy Szabi, ne csinálj több réteg áttűnést, mert fáj. Hogy nem hiszitek el, a lábamra így ilyen 70-80 fokos levegőt fúj most. Úgy tényleg nagyon jó ez az ecset, nagyon szeretem ezt az ecset pakkot, csak még nem használtam az összeset, tehát hogy így... Color. Nem saturation, mondom color. Csak kicsit lassú a Photoshop. Csak nincs időm folyamat tesztelgetni őket és jobban beleásni magam ebbe az ecsetpakba. De rákerestek, Gumroadon fent van Dave Greco-nak ez az ecsetpakja. $3 lehet megvenni. Van benne vagy 30 darab ecset, de mindegyik iszonyat epic. Tehát, hogy így way more epic. Mint ahogy hittem, hogy epic lesz. Szóval itt most egy kicsit visszahozunk a középső részeken, a világosságból. A széleken meghagyjuk ezt az erősebb árnyékot. De hogy itt a széleken egy kicsit így visszahozunk. És akkor a zöldből kell még kivenni azt nekünk, hogy itt a fülre nem esik olyan fény. Szia Tamás, hello! Konkrétan nem tudom, ráfrissítek, 74,12 volt a stream előtt az átlagnézőnk. Most én mindig 74,12-t mutat. Nyomogatom az F5-öt, de nem akar változni. Mondjuk még nem frissíteste a statisztikákat, még azt mutatja, hogy jelenleg 16 átlagnézőnél vagyunk, pedig most már másfél órája 90-en pörgünk. Net ez van, majd frissül. Kicsit el szeretném tolni ebbe a sárgásabb, lájmosabb vonalba ezt. Tehát ott azért a köpeny sokat felvesz abból a fényből, ami odaérkezik. Vagy a sötét tónusba lehetne egy picit többet engedni, és akkor azt mondom, hogy lágyítok az ecseten. Nem tudom most ebben miért viszket ennyit az orrom, mint hogyha macska lenne a közelben. De hogy... Akkor viszont ezen lágyítunk színben. Valahogy így gondoltam. Lehet még mindig egy kicsit sötét.
Jó, ez így jó lesz, ez így jó lesz nekünk. Ami még kellhet, FX rétegen, ja meg a hajba kell még belepakolni szépen a zöldeket. A szembe is akarok egy icipicit, úgyhogy most megcsinálom azt. Solid color, ugyanez az élénk zöld. Csak itt annyit fogunk csinálni, hogy itt viszont visszamegyek az airbrushra. Opacit itt felhúzzuk. Kicsi zöldet rakunk a szemébe is, de nem sokat. Csak hogy a fények, a tükröződés, meg minden ilyesmi. Mert ez a stream, amíg tart, szerintem nem fog beleszámítani. Amúgy Slaca, de beleszámít, csak valamilyen 2-3 óránként frissíti azt hiszem a Twitch. Így konkrétan ezeket a számokat, legalábbis én azt vettem észre. Mert Rikének is volt egy ilyen hosszabb 24 órás streamje, és neki konkrétan az alatt lett meg. Tehát, hogy valami 15-öt javult az átlag, vagy 16-ot neki az átlag nézőszám a 24 órás stream közben, és ilyen hajnali 3-kor küldte be a Twitchnek a partner jelentkezést. Ne haragudjatok, iszonyatosan viszket a nózim. Szóval hajba rakunk még egy solid colort, ilyen szép zöldet, és ezt fogjuk most kimaszkolgatni. És úgy fogjuk megcsinálni, hogy egy kis tincseket rakunk bele. Iszonyat pici ecsettel, de azt fogjuk mondani, hogy például ezek a vonalak így, meg lágyabb ecsettel. Így szépen húzunk bele ilyet, ami tükröződik a haján. Nem azt mondjuk, hogy zsíros a haja, de majdnem. Szia Venszi, hello, hello! Szia Inkvi! Köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Amúgy nem aggódok most már, tehát most már tényleg úgy vagyunk vele, hogy most csak kisebb stream fog kipörögni a közeljövőben. A statisztikában, mert ugye ezt görtülő hónapban számolja a Twitch. Szóval, ha más nem, most lesz egy icipici szünet a streamek tekintetében, ugyanis holnap nekem dolgoznom kell, plusz találkozok MC-vel majd. Tehát a következő streamünk az vasárnap lesz csak. Ezért lehet, hogy a mai egy picit hosszabb lesz, hogyha jól bírom. De hogyha most nem lesz meg esetleg a stream közben, akkor a hétvégén meg lesz. Tehát, hogy ez már, nem azt mondom, hogy kőbe van vésve, de nagyon úgy tűnik, hogy a hétvégén akkor meg lesz mindenképp. És most csak ennek a zöldnek kell. Este lesz kedved időd lövöldözni, vagy pihenni is a program estére? Inkvi, nem hiszem, hogy tudok menni játszani. Nagyon szeretnék, de még nagyon sok munkám van most. Tehát iszonyat sok meló jött be. És este például valószínű, hogy kb. Meghalni lesz majd időm, mert én stream után mindenki látok egy kicsit dolgozni. És szerintem olyan max 8-9-ig. És akkor utána lehet, hogy még egy pici Minecraft belefér, de hogy így nagyon lövöldözés, meg ilyesmi, az nem biztos, hogy mára belefér. Agyilag nem leszek szerintem ott. Tehát, hogy igazából csak egyel többen lennétek velem, nem lennék hasznos tagja a csapatnak, fogalmazunk úgy. Jó, egy picit airbrush-olunk. Úgyhogy ne haragudjatok, de vasárnap este lehet róla szó. Vasárnap este benne vagyok. Ugye vasárnap szoktatok még borzónozni. Na ezt toljuk el. Bármi melyikünk a hasznos tag. Hát biztos nem Inkvi. Honey. Mivel fekete a haja, nem akartam átmenni másik spektrumra. Ezért szerintem elég csak egy kis zöldet belerakni. És úgy érzem, hogy az arcán túl sárgás. Úgyhogy egy picit ezt meg fogjuk tolni a kékes irányba. És akkor most a haján meg túl sötét.
Na jó, mit szóltok eddig erre? A fehérbe is kell majd az őszhajba is rakni egy ilyet, de hogy... Jó, vasárnap szerintem megoldható. Sőt, vasárnap lehet még csinálunk egy hosszabb streamet majd. Vasárnap Minecraftozni fogunk. És lehet akkor majd oda raidelünk. Nem tudom, hogy lesz még a vasárnap, hogy leszek itthon, vagy hogyan. De adom, abszolút-e. Jó, nem vagyok elégedett még mindig itt a zöldekkel az arcon, úgyhogy azon még dolgozunk egy kicsit. Tehát például mondjuk csinálunk egy olyat, hogy átmegyünk egy kicsit világosabbba. Bár nem rossz, de hogy valahogy el kéne jobban mosni. Jó, hogyha erre azt mondjuk, hogy filter... nem kell ez a filter, várjatok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést, Light Tiki! Hello, szia, hogy itt nálunk. Mi újság? Mi, hogyha azt mondom, hogy ezt egy kicsit belágyítjuk, ezt a részt. Itt azt mondom neki, hogy egy fedőrre egy kicsit rátolunk. 3 pixelt. Számított valamit? Nem. Jó, ennyi lesz, nem fogjuk túltolni a bőrön, mert az nagyon furcsán néz neki. Ja, ennyi lesz ott a bőr, az őszhajat csináljuk még meg. És azt szerintem már lágy airbrush lesz. Ja, és Szabi, ha nem adod át a jó kívánságainkat Entnek megint, akkor kapsz egy fekete pontot. Átadom a jó kívánságot. Múltkor is átadtam. Azt hiszem. Később. Oké, igen, igaz. Most át fogom adni. Ígérem, cserkészbe csiszó. Nem, az lehet a fehérben nem kell, az a zöld. Csak egyszerűen a fehéret vesszük le egy kicsit zöldesre. Így. Ennyi. Jó, hogy állunk a gradient mappünkkel, hogy állunk a kontraszttal? Szerintem egész jó. Egész jó, talán a világosokra itt középen raknék még egy picit. Tehát azt mondom, hogy ilyenkor lehet olyat csinálni, hogy lokálisan módosítunk. Kösz. Hogy rakok be még egy curves-et, és ez a curves csak a highlightokat fogja nekünk most érinteni, tehát hogy így... Így. És akkor ebből a curves-ből meg ki tudunk maszkolni, mert itt meg nagyon eltűnnek a részletek. Tehát azt mondjuk neki, hogy... Nekünk ez főleg a középső részre kell. Tehát ennyit csináltam, hogy kicsi push-t nyomtunk oda középre neki. De ami fekete-fehérben is jól fog kinézni. Úristen, nagyon tetszik fekete-fehérben. És talán még egy kis saturation váltás, mert nagyon szaturált a kép. Tehát meg kell nézni, hogy milyen Ctrl-Y, azt hiszem CMYK-ban, látjátok? Na itt jelentkezik a probléma. Ez, amit most látunk, ez RGB nézet. És ugye, hogyha ezt a képregény nyomtatásba szeretnénk küldeni, a nagyon erős neonzöldek azok nem lesznek olyanok nyomtatásban, és akkor ez van. Hogy ilyen... csúnya zöld lesz.
De egyenlőre még online dolgozunk, úgyhogy ez nem annyira gond, de erre oda kell figyelni majd a jövőbe. És Jézus atya, Úristen, miért van ennyi rétegem? Ez a kettő, ez a Stormgrad. Gradnak rövidítek mindent, amit gradient. Igen, ez a Stormunk. Szép sokat ad hozzá, de lehet 80%-ra visszaállítjuk. Így. Legyen egy picit világosabb. Plusz ki akarok belőle egy icipicit maszkolni. Azért raktam össze egy grupba. Mert itt szeretnék egy kicsit kimaszkolni belőle. Hát a köpenynek ezen a részeinél ne legyen rajta az az erős gradient, ami a háttéren van. Itt már lehet, csak hogy több részletet hozzunk egy kicsit vissza a karakteren. Tehát, hogy ennyit változtattunk most. Hogy ilyen volt, és most odaadtunk még egy kis pust. És akkor még egyszer megnézzük a gradient mappel. Már is sokkal jobb. Az a jó, hogy ebbe a gradient mapbe jönnek elő nagyon az ilyen részek, amiket úgymond túltolunk. És szerintem fura a dereka és az öv találkozása. Mire gondolsz? Mintha a köpeinek színezted volna a derekánál a ruháját. Hol? Itt? Arra gondolsz? Nem tudom, miről beszélsz, Inkvi, az ott kék. Nem volt piros. De kösz, hogy szóltál. Szia, Puppancs! Szerintem csak áprázott a szemed, igen. Az ott mindig is kék volt. Kérdés, akarunk-e nagyon erős highlightokat beletolni? És én lehet azt mondom, hogy a zöldekkel akarunk. Tehát azt mondom, hogy például a ruhán ilyen éleket simán vihetnénk bele. De mondjuk teszem azt. Ilyen helyeken. Az ott csak megzavar. Hova kellene még ilyet belecsimpészni? Valami van az inkünkkel, hol az inkréteg? Itt valahol van egy zöld pluszba, ami nagyon rátol. Stormgrad, Group 5, nem az.
ez az inkünk, de mi került be az inkbe? Ami miatt itt ez zöld lett, hogy hol van egy olyan réteg, ami azt a zöldet adja fölötte. Nem tudom, honnan jön az a zöld. Nem tervezze valami full realisztikus rajzot próbálni? Az a baj, Albert, hogyha arra rászaladnék. Veszünk ki a klipet. Szia, Enci! Mi újság? És Lightikinek is nagyon szépen köszönöm a követést, és Strapinak is. Hello, sziasztok, üdvét nálunk. Nem tudom, hogy ezeket a követéseket beolvastam-e, de inkább kétszer, mint egyszer. Az a baj, hogyha nagyon rászadnék a hiperrealisztikus dolgokra, hogy konkrétan hónapokig csinálnánk egy-egy rajzot. Mert ha én azt mondom, hogy valamit hiperrealisztikusra akarok, akkor addig fogom csinálni, ameddig az nem lesz. És ezzel nagyon-nagyon-nagyon el tudnánk szaladni. Szóval első körben még ezért nem szeretnék belekezdeni. Az bizony nem egy stream legtöbb esetben, igen. Tehát, hogy az... Oh boy, az nagyon nem egy stream lenne. És megmondom őszintén, én sem vagyok benne biztos, hogy menne. Tehát még nem nagyon próbálkoztam ilyen nagyon hiperrealisztikus dolgokkal. És megmondom őszintén, nem hiába. Tehát ahhoz még mindig úgy érzem, hogy kevés vagyok. És a piros köpenynél kellene még egy picit ilyet játszani, de úgy, hogy megfordítjuk a két színt. És itt az erős zölddel, jó. Valami nem stimmel. De jó, oké, én vagyok a Binju. Szia, Killer Game World! Szia, László! Ó, festőművész lehetnék? Azt adnám. Ezt nem tudom szebben mondani, annak nagyon tudnék örülni. De szerintem még azért messze vagyok tőle. Tehát itt sokat pacsmagolok még, sokat kísérletező dolog, de... egyszer majd lehet eljutunk oda is.
Átmegyünk Airbrush-ra itt egy kicsit. Így. Tetszenek azok a kis plusz detailek, de még nem győztem meg magam 100%-osan. Ó, köszönöm László. Ó, te, legyecske, menj onnan. Megint itt egy légy, vagyis nem légy, várj, mi ez, muslica. Köszönöm, Enci, szerintem is, csak még valahogy nem győztem meg magam teljesen, hogy mindenhol indokolt-e, ahova plusz zöldet raktam, és hogy ennyire indokolt-e. Tehát most inkább az megy, hogy hol van az a rész, hol van az a pont, ahol túl sok már a zöld a karakterünkön. Tehát... Jaj, Zigok, átadhatod akkor az üdvözletedet most Encinek. Enci, megígértem, hogy átadom az üdvözletemet majd holnap neked, majd így mindenki üdvözletét. Ó, ott nem jó. Így. Most már kezd jó lenni. Itt még a sárgába egy picit visszaveszünk. Jó. És icipici zöldet még bele kell vinni. A medálba. De ezt valamiért a sárga kiütötte. És ebből a undorító barnából veszünk még visszám. Még több indokolt már, mint a zöldből. Ott az erős volt egy picit. Meg az olyan, mert a köpenyének a belseje, nem? Amba jó lesz ez így. Jó, akkor kezdjünk el holt kolorozni. Az arca alsó felére is kéne egy kis zöld, nem? Nem feltétlen. Talán a szakára, de most fogjuk a hold kolorral azokat a zöldeket berakni, mert nagyon-nagyon sok a feketénk. Tehát, hogy ugye van az inkünk, és az inkre tudunk egy új réteget csinálni. Amire azt mondjuk, hogy ha kiválasztom ezt a nagyon undorító zöld dolgot, ami most ki van választva, akkor tudunk ilyeneket csinálni, hogy ide húzunk bele zöldet, ami az inkre vonatkozik. Vagy tudunk olyat csinálni, hogy mondjuk itt a kéznél sokkal zöldesebb legyen a kéz maga. Ez mindkét oldalon igaz. Ugyanez igaz például ide is. Egy kicsit jobban ráengedjük az inkre ezt a zöldet. Tehát, hogy most már nem csak a színeink vannak, hanem van az ink is ugye, ami feketével van. És szépen ki tudjuk húzni ezeket a részeket. És ezt fogja megadni nekünk azt a plusz zöldet, amit kerestünk.
Bár azt nem értem, hogy miért nem megy csak az inkre. Tehát látjátok? Ja igen, mert ott is ink van. Oké, na semmi. Picit így glow effektus. Csak hogy lássátok a különbséget. Most ezt raktuk hozzá. Szia Démon Írtó! De a szakára rakunk zöldet, az nem fog jól kinézni. Pici zöldet rakhatunk bele, de... Nyééé. Azt ott annyira nem érzem. A max egy nagyon pici zöldes árnyalatot lágyan. Így. Az még oké. Okay. Tehát, hogy ne legyen teljesen fekete. De az még már például sok. Így. És ugyanez igaz lehet a hajra is. De ennél többet nem vinnék oda. Nagyon sokat összefüggő fekete terület. És amúgy ide az inkhez lehet be kell rakni azt a layer egyet is ezt. Vagy kell ez még nekünk? Nem kell már ez a körvonal, nem? Vagy ha kell is, akkor azt mondjuk neki, hogy FX alá kell rejteni, és levesszük az opacity-ét. Hogyan rejtsük FX alá? Storm Gradient mögé rakjuk be. Így. Pici fehér kéne még az arcra. Old Good Gamer, szerintem... Milyen hosszú volt az előző stream? Na várjatok, megnézem. Azt mondja, hogy van egy olyan, hogy videóproducer valahol. Content videóproducer. Az előző streamen kezdtük el inkelni. Az 4 órás stream volt, abból 20 perc az elején a intro, meg amit ízni, tehát 3 óra 40, plusz most még 2 óra 10, az 5 óra, 6 óra max. Durán 6 óra, 6 órája csináljuk. Hopp, bocsát. Én totál elvenném kicsit, most már ront az öt képen. A vonal? Nem hiszem, tehát azért add hozzá, mert én ezt a részt nézem itt. Ez a kivágásot nagyon izél, hogyha nincs ott a vonal. Tehát ezt a kicsi vonalat meghagynám így lágyan. De attól függetlenül még csináltunk olyat, hogy maszkolunk rá. És azt mondjuk, hogy bizonyos részeken még lágyabb lesz. És csak ott hagyjuk meg, ahol tényleg indokolt. Mióta 500 pont az így elparancsít és zsivány? Nagyon régóta. Meg Enci képzeld, van egy új csatorna.rewardunk is. Vagyis jó pár új van. 50 ezer pontért most csinálok ilyen kis firkarajzot. A 250 ezerért csinálok papírrajzot. És 1 millió pontért, ha valaki kiváltja, csinálok neki egy szendvicset és el is viszem.
Szóval, hogyha nagyon messze lakik valaki mondjuk Magyarországon belül, akkor lehet, Enci, megyünk majd kirándulni. Közben kiviszünk egy szendvicset. Hát de kb. Ebben benne van az, hogy én viszem ki személyesen. Jó. Ne, legyen Baby Shark Party, ne, vegyem ki a csatornapontok közül. De milyen az a szendó? Igazából azt fogom megkérdezni, mi az, amit nem szeret az ember, és csinálok neki valami finomat saját receptből. Tessék, ott van! Enci megírta. Szabi, nagyon pro szendvics készítő. Köszönöm. Tehát valami fullos, finom, egyedi Szabi recept szendvics lesz. Amúgy cirka 40 stream alatt 100k pont, ha megszerezhető, átlag 2,5k ponttal számolok, ezért 400 streamért már szólaljon meg az a szendvics. Bidi, trust me. Olyan szendvicseket szoktam csinálni. Mucho bueno. Jó. Na most nézzünk rá még egyszer a Gradient mappünkre. Most már sokkal jobban egyben van. Most már sokkal jobban egyben van. Itt ezt a kis increase-t kell még holdba átrakni. De azt mondják, hogy itt ez a rész, ez itt. Hát nagyon erős ez a kontraszt. Köszönöm, Enci, cheers! Kylo, dobd be az aranyhalba, YouTube videót nem nyitok meg streamben. Nehogy jogvédett legyen a zene, meg ugye Chrome-ból megy nekem most a zene mindig. Ezt itt fehéríteni kell, és már csak annyi dolgunk van szerintem ezzel. Jó, még plusz van még egy-két ötletem, egy kis atmoszféra elé, meg ilyenek. Ja, jó, oké, rendben. De hogy ne felejtsem el, én is megnézni azért, kérlek, dobd majd be! És Viki, úristen, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a raidet! Sziasztok, kedves Viki nézők! Én Szabi vagyok, grafikus, aki főleg képregény stílusú rajzokat készít ezen a csatornán. És most Carlos Gomeznek a Doctor Strange rajzát készítjük el, amit én inkeltem, én színeztem, de Carlos Gomez volt az eredeti rajzoló. És üdvözlök mindenkit itt, remélem jól fogjátok érezni magatokat. Most már az effektezés résznél vagyunk, ami azt jelenti, hogy eléggé közeledünk a végéhez, de nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet, és remélem jól fogjátok magatokat érezni. Közben ránézek ilyenkor mindig egy kicsit az achievementsre, hogy nem, még nem frissült. Hát akkor lehet streamen kívül fogjuk beadni majd akkor ezt a partnerségi indítványt. Ez a zöld itt még zavar, oda kéne egy kis fehér. Szóval solid color. Megtoljuk egy kis fehérrel. Szabi bemutatkozás, igen. És akkor azt fogom mondani neki, hogy itt hozzunk vissza a fehérből. És lehet ilyet eljátszunk még egy-két helyen az arannyal. Hogy kicsit világosítunk rajta, főleg ahol ilyen nagyon erős fény van. De nem akarom az, hogy a zöld rovására menjen, csak hogy... Milyen opacitivel csinálom, hogy nem látszik semmi, úgy. Így. Olyan hiányérzetem van. Medálba kell még fehér. Olyan hiányérzetem van, mit felejtettem el? A 200 réteget elnevezni kívül. Csehünk réteg mustrát a végén majd? Megint? Szerintem mindig fogunk csinálni réteg mustrát. Szóval, hogy ink és minden fölé, hogyha megyünk. Amúgy itt van az eredeti rajz.
ez alapján dolgoztunk, ez lett inkelve és színezve. Nem fog frissülni a stat, ameddig nem nyomom le a Steam-et. De nem baj. Majd Discordon figyeljétek, akkor meg be fogom rakni a képet, amikor rányomok. Nagyon izgi, tényleg. Vagy ma, vagy holnap meg lesz. Azt nem értem amúgy csak, hogy a bitrátág miért van folyamat pirosban. De elméletek jól megy a stream. Well, jó. Szóval, akkor rakunk egy új réteget. Fehér. Lágy. Ez lesz az. Most kérdezhetitek, hogy mit csinálok. Fogjátok majd látni? Amint a Photoshop is úgy akarja. Na! Az 1 millió szendvicsemre kérek majd réteg mustárt, muhaha. Ja, oké, leesett. A mustra helyett mustár, oké. Értem én, hogy gőzgép, de mi hajtja? Az atmoszférát akarnám rárakni, de valamiért egy sehogy se akarja. Úgyhogy kicsit így. Ugye, hogy most ez miért jó nekünk? Mert egy kicsit mesebelibb lesz ezzel a fehérrel. De amúgy ezt a fehéret lehet átolom sárgásba. Azt mondjuk neki color overlay, nem zöld, hanem nyomunk is sárgát fel. Így. Jó, és már csak egy dolog kell. Kicsit rámenni mondjuk a köpenyen az árnyékokra. Tehát a köpenyen szeretnék erősebb árnyékokat. Úgyhogy fogunk csinálni ide egy új feketét. És tudom, nem szabad feketével árnyékolni, de most azt fogjuk csinálni. Mert egyszerűen kell az, hogy lágyítsunk egy kicsit. És mélységet adjunk neki. Nem így. Delete layer mask és a feketét rakom legfölőre, és ha ezt kitöltem, akkor most fehérrel vissza. Jó. És akkor ugye teljes köpenyre megy az árnyék. Tehát ahova húzom, ott biztosan árnyék lesz. Utána majd állítok neki kicsit bordósabb tónust. Mustárt. Ja, és el is fejtettem megkérdezni, mi újság, Viki, hogyan telt a stream, jaj. És egy óriási shoutoutot, ja, srácom elírta a shoutoutot. Árt volt, de mi ott csináltatok? Bocsát, annyira koncentrálok most a rajzra. Szóval mi ott csináltatok ma a streamben? Hogyan telt a stream? Milyen bunkó lettem, Jézusom, látjátok? Meg közeledünk a partnerséghez, és egy bunkó paraszt lesz belőlem. Az a zöld csík. Megvan, honnan van az a zöld csík? Come home.
miért nem töltik ki ott teljesen, na mindegy. Vigyeng is elmondtad az ördögi tervet, nice. Ugyanez kell majd, ugyanez a sötétítés kell majd a lábra is ott belőle. Tehát az ott nagyon-nagyon-nagyon világos. Így. Na, ez kellett ide. Hoppá. Ne, ne, most fagy be Photoshop. Remélem azért még elmentű. Újra nyitjuk. Ja, az kellett oda, az a sötétítés még, és ez ugyanazt el kell játsszuk a nadrágnál is, amelyik már nem tudom, hogy melyik réteg volt. Hol a nadrág, valami kékes réteget keresünk. Mondjuk egy az egybe ugyanazt a réteget toljuk be a nadrághoz is. Így. Kicsivel több sötétítés kell. Jó. Nem tudom még mit lehetne jobban. Valamiért még mindig úgy érzem, hogy egy picit fura. Valami nem teljesen stimmel. De nem jövök rá, hogy micsoda. Kihajoltam a képből is. Írom már, volt egy lelkedar. Csiki, szia! Hoppá, hogy lebuktál. Hoppá, itt le lehet bukni lurk közben, igen, igen. Ahogy pont én vagyok az, aki a legjobban szereti a lurkölőket, de hogy pont van egy ilyen lurk radarunk, az kicsit ellentmondásos, igen. Szia, Payskin. Hello, hello. Esetleg a ruha közepén nem, az sokkal világosabb az a sáv, és az így jó, az így jó. Ez ilyen élénk kell legyen, hogy sokkal világosabb az a sáv, sokkal többet ver vissza az erőzöld fényből. És ha a háttér más színű lesz.
Hát nézhetünk oda egy Hue Saturation-t. Tehát eredetileg amúgy ilyen pirosas pinkes volt, aztán azt mondtam, hogy menjünk át a sárgásba. Itt most végig tud menni a teljes spektrumon. Ú, a lila! Hello there! Itt végig tudom szépen húzni a teljes spektrum, hogy milyen színű hátteret szeretnénk. A zöld az túl sok. Ez az aqua, ez még tetszik. Nem működik a... Várj, valaki kiváltotta a pinket. Így, most működik. Viki szerint is lila, Enci szerint is lila. Ó, meggyőzhető vagyok. Na jó, ez túl jó. Egyetlen egy dolog, itt emelni fogunk egy kicsit az expón akkor. Tehát rakok még ide egy körszöt, Jézus Atya Úristen, ez hanyadik rétegem. Mert... Itt akkor viszont egy picit emelünk az expón, hogy ne legyen túl sötét. Ugye a lila alapból egy nagyon sötét szín. És így akkor egy kicsit rá kell toljunk pluszban. Jó, nézzük meg a gradient mappel megint, hogy hogyan állnak a tónusaink. Perfekt. Ez szerintem így perfekt. Hogy nézek ki nyomtatásba? Koszosan. Nyomtatásba koszosan, nem CMYK-ban dolgoztunk. Ugye az nem tud ilyen élénk szint. Van még hely. Néha van, hogy egy picit laggol, nem értem miért. Egy 100 fő szerverre fizettünk be 6 giga RAM-mal. És jó, mondjuk elkezdtünk olyan mechanikákat építeni, ami izé, néha van, hogy kisebb-nagyobb lagok előfordulnak, de van még hely bőven természetesen Payskin, mert még két réteg és meleg szendvics sütő lesz a géped, amúgy kb. De így csak 15 giga RAM-ot eszik, 13-at a Photoshop. Nem értem, akkor miért nyom ilyen hőt. Jó. Ami még kell a végén, azt fogunk nyomni egy olyat, hogy... Ó! Tanultam egy új trükköt. Hol van? Aha, nem engedi már, hogy nem egy réteg az egész. Tanultam egy új trükköt amúgy, ezt most el fogom menteni. Elmentem JPG-ben is. És amikor, mindig amikor azt érzed, hogy valami nem stimmel, egy tök jó YouTube videót láttam a múltkor a színekről amúgy. Ez gyorsan elmentem JPG-ben, és visszahúzom a JPG-t PS-be. Mert azon működik az a cucc. Comic coloring, itt van a Doctor Strange. Jézus Atya Úristen, Payskin, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szubot. Akkor megyek, beadom a jelentkezésemet. Nagyon cukor vagy, hatalmas cukorszpemet szeretnék kérni Payskinnek. És felkeltője a szerverrel, megtaláld az infókat a szerverhez. Miért nem akarja megfogni? És akkor tudsz is csatlakozni, hozzáadunk majd a whitelisthez. Szóval van egy olyan, hogy nekünk egy olyan, hogy van itt egy edit, nem? Image, auto, tone. És semmi. De mit csinál az autotone? Az autotone az megpróbálja érzékelni azt, és ezt mindjárt megmutatom nektek, mert ez nagyon epi. Hogy hol van az, hogy mondjuk túl sok a piros, túl sok a zöld, vagy ilyesmi, hogy túlságosan elmegy egy szintérbe az egész, és megpróbálja tónus behúzni. Most ha ráengedem az autotont, annyi változás történik, hogy itt egy kicsit kevesebb lesz a zöld. Ami azért érdekes, mert például megmutatom nektek, hogy például hogy néz ki a Batmanre, ha ráengedem az autotont. És itt is az volt, hogy éreztem, hogy valami nincs rendben, figyeljétek!
Tehát autóton nélkül ez a miénk. Ha ráengedem az autótont, itt látszik, túl zöldes lett az egész. És nagyon jól szépen kikompenzálja. Jobban kiemeli a lilákat, meg mindent. Így is szép, valamiért így is tetszik, de itt túl zöldes az egész. És itt az autóton ennyit segít észrevenni. Pedig természetesen nem így keverném ki kézre. De hogy itt konkrétan nem csel semmit rajta. Icipicit vesz vissza a zöldből. Vagy volt még egy másik rajz. Például megnéztem a Sailor Moon-t is. És ha ráengedem itt is az autótont, akkor veszem észre, hogy túl szürke a hold, és az autóton az kifehéríti. Ez itt látszik, hogy a holdnak a színével van alapból probléma, amit lehet, hogy észre se vettem volna. Vagy például a Stormnál. Na. Figyeljétek, Image Autotone. Túl flat a kép. A sötétekre rak rá. Tehát így tök jól észre lehet venni. Nem azt mondom, hogy ezt engedjétek rá mindig a képre is, hagyjátok rajta, mert az nem jó út, mert nagyon sok mindent eltolhat rossz irányba, de hogy tud ennyivel jelezni a gép, hogy kicsit jobban figyeljek oda a sötétebb színekre, és jobb kontrasztot csináljak mondjuk ezen a képen. És most nem tudok rájönni, hogy mi a problémám a Dr. Strange-el, ráengedem az autótont, és nem történik semmi. Annyi, hogy egy picit visszább vesz a zöldekből, de ilyen nagyon minimálisat. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezzel lehet kész vagyunk. Még az aláírást akarom jobban kiemelni az eredeti alkotójét, úgyhogy lehet azt mondom, hogy erre nyomunk egy invertet. Corvin, köszönöm szépen a Baby Sharkot! Tehát itt rajta marad akkor az eredeti alkotónak a neve is. BV-na kész! Hurrá! BV-na! És még lehet tényleg csak egy annyit csinálnék, hogy a legtetejére az egészet egy kicsit összerántanám egy tónusba. Tehát egy kicsit melegebb tónus szeretnék neki adni, mert a lila zöld miatt nagyon elmegy. Úristen, de jól néz ki egy színben is. De hogy az egészen egy picit rántanék melegebb tónusba. És az a kicsit kordában tudja akkor tartani a zöldeket is. BV csak elír. Ja, na, kész, hurrá! Ja, is ment is az ünneplés. Köszönöm, Holly. Cheers. Olyat akarok, ami nagyjából megőrzi a leveleket, mert azt már szépen beállítottuk, és talán ez az overlay lesz az, csak nem százon. Jó, ez még kell rá. Ez még kell rá. De tudom, hogy egy kicsit sárgásabb lesz az a lila, de ez tök jól összehozza a mind a kettőnek a tónusát, úgyhogy én azt mondom, hogy most vagyunk kész. Miért van az, hogy minden streamer elfelejt inni és mindig figyelmeztetni kell? Azért, mert nem vesszük észre, és amúgy ez tök vicces, mert én is röhögtem mindig ezen, hogy más streamereknél volt, amikor még nem streameltem, ez így áll parancs, és hogy Jézusom, hát hogy lehet-e? Ó, lentebb ment az átlag nézőszámunk, nocsak. A 74,17-ről lementünk 73,86-ra. Úgyhogy 97-en vagytok itt. Több mint két órája.
90-97-en. De hogy... ezzel mindig röhögtem, és... amikor elkezdtem streamelni, konkrétan az első streamjaim alatt majdnem kiszáradtam. És azért lett ez a csatorna.rivard. Nagyon sokat beszélek. Az... amiatt is könnyebben kiszárad az ember, kiszárad a torok. És ilyenek, nem volt túl sok a rater, Dani, nem az. Szerintem az, hogy még az elején, tehát még csak az első 10 percet dolgoztam mondjuk fel, amikor kevesebb néző volt. Szerintem egy 2-3 órás csúszás van abban. Úgyhogy, ha mondjuk most még streamelnék egy 3-4 órát, akkor valószínű felmenne 75 fölé. De megmondom őszintén, hogy igazából készüljünk a rajzzal, és Barbie-nak meg nem szeretném összecsapni fél óra alatt, mert nekem maximum 16:47 van, igen, az már késő. Úgyhogy fogunk keresni most valakit, aki az átrédelünk. Tehát, hogy, és konkrétan majd mindig kiszáradok. Tehát, hogy így egyszerűen annyira elfelejtek inni. Figyelek arra, hogy figyelek a chatre, bármilyen hihetetlen, figyelek a chatre, figyelek a rajzra, gondolkodok a rajzon, figyelem folyamatosan, hogy minden rendben van a streammel, a hanggal, meg minden ilyesmivel, és teljesen elfelejtek. Teljesen elfelejtik. Majánál most voltunk nemrég. Hadd nézzem meg még, hogy kik streameltek. Sőt, kedden raideltünk Majához. Tudjátok, hol voltunk nagyon rég? Málnás Piténél például. De, figyelek, Buba. Nem kell itt a Baby Rage. Attól, hogy oda nézek, még ott is látom a csetet. Szóval mit szóltok, hogyha átmegyünk? Átmegyünk Málnás Pitéhez, ott nagyon rég voltunk. Jó, legyen Málnás Pite. Sims 4-ezik, úgyhogy valószínűleg ott fogok én is ragadni, lehet kérek majd magamra egy teót. De... ja, kell az a sárgare. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Én most egy icipici szünetre fogok elmenni, remélem időközben be tudjuk majd adni a partnerség jelentkezést. Mert úgy néz ki, hogy holnap nagyon sok melóm lesz, szombaton meg családi dolog lesz este, úgyhogy vasárnap fogunk legközelebb találkozni, de ugye vasárnap a játszónapunk, úgyhogy akkor valószínűleg Minecraftozni fogunk most vasárnap, és én azon gondolkozok, hogy lehet elkezdünk egy hardcore szériát. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig élnék egy hardcore-ba. Ha elkezdünk, akkor viszont telenyomjuk prediction-nál, és lehet ilyeneket fogadni, hogy meghalok a következő 5 percben, 5 perces prediction, és ha nem haltam meg, akkor nyertek egy csomó csatornapontot. Szóval örülök, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönöm a rengeteg támogatást, és tényleg, tehát én úgy érzem, hogy most már itt van a partnerség, én már érzem a szagát. Legyetek nagyon csodálatosak, mint mindig. Ha tetszett, amit láttatok, nyomjatok rá follow-ra, felkelt olyan linkekkel eléritek például az Instagram oldalmat is, ahova mindig kikerülnek a rajzok, illetve igyekszem mindig posztolni Twitterre és Instagramra, hogy mikor lesz aznap stream. És van még egy DC szerverünk, egy Discord szerverünk, amit a felkelt olyan Marvel parancsal is elértek, ahol mindenkit szeretettel várunk. Szóval tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, menjünk át Wikihez, lepjük meg jól, és nézzük meg, mit épít épp a Sims-ben. Legyen csodaszép estétek, sziasztok! És nem csak csodaszép estétek, hanem csodaszép hétvégétek is, de vasárnap úgyis találkozunk még, meg néha majd Discordon is fent leszek, úgyhogy ott is el lehet majd csípni. Sziasztok! Buba, nem amplified világ lesz. Túl sokszor esek le.